uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello, Bello. Hello, Bello mindenkinek. Hát nem aludtál. Hát nem sokat, gyerekek. Nem sokat. Hát de nézd meg azt a szemet. Muszáj volt. Hát megnyit a sziget, ott kell lenni. Nincs mese igazából, ki kellett menni. Mondtam, ne, nincs kedvem, nem, fáradt. Ne, na jó, menjünk. Nagyon indulj. Az, hogy később megbánja az ember tényleg. Igen. Lecseng, és akkor után azt mondod, hogy hát basszus, idén sem voltam ki. Igen. Nem voltunk olyan nagyon sokáig, olyan 6-ra értünk ki, és olyan 11:30-12 valahogy így voltunk. Kis jó, Blink 182, meg kis tankcsapda, meg úgy mindenbe belenéztünk. Aztán szokásos kis körbemenettel még itt ott. Még azért, hogy mínusz egy nap volt, tehát még sok minden zárva, meg még úgy. Nincs egy-két kedvenc rész készem, de jó lesz. Milyenek voltak az öreg punk rockerek, soft punk rockerek? A Blink? Ha igen. Ők nagyon-nagyon jól tolják. Tehát, hogy hihetetlen jó volt. Talán 3 dalukat ismertem, annak nagyon örültem. Akkor te már belül vagy egyébként. Igen, 3-at tudtam az összesből, pedig az egészet végignéztük. De ugyanezt mondhatom el a tankcsapdáról, és én nem tudom, milyen szettet nyomnak általában. De... Itt a következő a helyzet, hogy volt egy gitárosuk, aki már nincsen, és igen, van helyette egy új, a Sidi. Na most, ha én tankcsapda lennék, akkor én sem nagyon erőltetném azt, ami már, érted? Tudom, hogy én mindig azt várom. Igen, mindenki. Én úgy megörültem egy ismert dalnál. Igen, 3 ismeret leismered. 3 ismeret, most nyilván az én szempontom ismeretlen, de tényleg nem. Aztán jött, de elviszed a kocsidat, elviszem a nődet, aztán jönnek a férjek, úgy örültem neki, mint az állat. Mondom, végig? Ismerem. Hallgassátok, hopp, ezt ismerem, ez tankcsapda, ezt tudom, mondta, hogy hülye az összes, azt mondom, tudom, csak én nem ismerem a többit. Úgyhogy, de tavaly is ugyanez volt. 3-4 ismere, 1 ismer. Tehát nem azt a nagyon nagy, tudod, azt hinni az ember, hogy egy szigeten lenyomják az összes nagyon nagy indulójukat. De valahogy a Lukácsik nem így gondolkodnak. Meg fura lenne, hogyha azt mondta lenne a Sidi, hogy hát figyelj, srác, most nem játszanám ezt a gyűrd össze a repülőt, meg a rock'n'roll logóját, mert hogy ez ilyen. A Jason Newsted után oda ment a Rob Trujillo a Metallica, és akkor azt mondja, srácok, az Enter Sandman-t inkább hagyjuk ki. Azt nem én játszom, igen, nem én de jó, nagyon zúztak. A Blink is nagyon jól szólt. Úgyhogy, aztán jöttünk, mentünk igazából. Majd csütörtökön pénteken lesz sűrű a program, ott van már egy kis... Már bejelölted magad? Már megkaptam a kis útlevelemet. És akkor ott X-edet? Átnéztük a kis sziget útlevelet tegnap, átvettük a jegyeket, úgyhogy hát mindig jó, az ember mindig úgy megtudod, hogy nem tudom, majd hétvégén, meg rádió, meg feneset, na jó, induljunk, tudod. Aztán jó, ez is na, menjünk. És akkor elindultunk. Tehát, és újra ott vagy, tudod, már veszed át a jegyedet, már mész át a hídon, és konkrétan a 96-97-ben már ott forgattam. Tehát minden bokorba, helyen, sarkon, tudod, mindenhol egy élmény, egy sztori. Csak mondom egyébként, hogy az idei Szigetfilm a 97-es évet. Tényleg? A 97-es évet dolgozza fel. Ott bizony, pont akkor megláttam rajta, hogy izért, egy fétnomot, nem mondom, akkor ebbe belenézünk. És tudod, mi a durva? Hogy a 10 éves tankcsapda születésnapot a Filip konferálta, amikor én másnap a Fateless konferáltam. Akkor is már voltak furcsa dolgok. És tegnap volt a tankcsapda 25. Azért és bemondta a Lukács, így ültem, mondom, úristen, együtt öregszünk. A Filko konferálta a tankcsapda 10 kint a szigeten. Igen. És még tudod, ilyen gyerekként így néztem, hogy de jó lehet ott konferálni. És meg holnap te jössz, Bali. De várom. Tudtad, ki az a Fateless? Fényom, nem volt fogas semmi. Mondom, menj, az a színpad, ott megy, föl konferált föl őket, és akkor volt a tankcsapda 10. És most még már tankcsapda 25. Tehát, hogy így... Egy elröppent egy 15-ös. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Úgyhogy jó. De az a jó, hogy még mindannyian ugyanúgy néztek ki. Hát Filip ugye beállította a haját. Hát jó, Filip hajába nem, igen, nem tudsz beletúrni, mert hogy... Te se vénültél meg annyira. És igen, a Lukács is kár... szép. Igen, Lukács ez nagyon szép és kívánatos. Úgyhogy nagyon sokat zúztak. Vagy nagyon jól zúztak. Nem voltak még olyan nagyon sokan. Tehát, hogy te hol voltál? Még úgy olyan nagyon tiszta használhatóak a tojók, tudod? Nem lehetett mozdulni ezen a Blink 182-n. Ott már megteltek, igen. Ott megtelt. És olyan embertelen hangerő volt kint, hogy azt hittem, a fejem leszakad. Van egy nagy tén a nagy színpad előtt. Igen. És ugye a színpaddal szembe kezdődnek, aztán ott az installációk, mindenféle kocsmák, és ott álltam az egyiknél. Tehát a nagy színpadhoz a legtávolabbi ponton álltam, ahonnan az még látható.
azt hittem meghalok olyan hangerőben. De hogy szólt a Blink, nem? Nagyon jól. Én nem tudom, mennyit hoznak ezek Semperről különbe játszom, hogy három ember nem tud ennyi hangot kiadni magába, hogy azért ott még valamit tolnak pluszban. Ügyesek ezek. Ügyesek megoldják. Ügyesek, úgy, mint egy 600 zenekar tag játszott volna még. Na, és egyébként a tömeg az odáig állt, tehát hogy nem azt mondom, hogy teljes teltház volt, de szerintem egy 90%-on biztos, hogy voltunk tegnap. Nagyon-nagyon sok ember volt, hát majd Gerendari úr majd a mai híradóban biztos elmondja, hogy milyen volt a tegnapi nap, a nyitónap, de szerintem nagyon-nagyon sokan volt. Hát az összes heti jegy elment, az összes heti jegy elment, most hát csak napi jegyek vannak. Engem egyébként értek meglepetések, tehát nagyon szeretjük a Szigetet, csak nem tudom, hogy vettél-e magadnak ilyen kártyát, amivel fizetsz. Föltöltőse? Aha. Mi töltöttünk egyet, persze. És kaptál érte szemetes zsákot? Na, azt látod, nem láttam. Nem kaptál? Hát nem tudom, ezt a Viki csinálta. Ja, akkor biztos nálam. Én addig már a rozét intéztem, úgyhogy. Világos, amíg ő feltölt. Jó, szóval Viki, én, és mennyit töltél? Na, ígyunk egy rozét. Addig gyorsan. úgyhogy én azt intéztem, nem tudom, hogy kapott. Feltöltesz rá pénzt, és abból úgy kezdődik, hogy levonásod van. Tehát még nem csinálta semmit, de már elköltöttél pénzt, ami nem rossz, tehát csak azt szerintem egy kicsit jobban önkéntesnek kéne lenni, mert alapból az, hogy amikor ráteszel 5000 forintot, abból egy 500-ast levonnak, na, és kapsz érte egy szemetes zsákot. Az a volt a fura, hogy fizettünk egyet, föltöltöttük egyet, fizettünk, és nem annyi volt már a kártyán, mondom, na hát már állták, mondom, milyen világ ez. Már mennyit lebeszéltem. Na már mennyit, hát nézd már meg, már idés utolja, már itt is azonnal lehúznak, de miért húznál át, nincs is pénzforgalom. Hát akkor hogy? Azt vonták le? 500 forintért veszed meg a kártyát, azt vissza fogod kapni, hogyha a végén visszaadod a kártyádat. Na most hát nyilván egy külföldi nem adja vissza, én se adom vissza nála, elfelejted, hogy ez egy 500-as buktár rajta, de azt vissza tudod még egyszer mondom szerezni, tehát ha visszaadod a kártyát, azt visszakapod, de automatikusan 500 forintot levonnak, és kapsz egy nylon zacskót, amiben van egy szemetes zsák, és te gyűjthetsz a Szigeten szemetet, ha leadod a zsákot a szeméttel, akkor visszakapod az 500-ast. Az jó. Tehát ezért nincs rajta a sokat csinálják, ez már csütörtök pénteken, az már nagyon sokat fog érni az zsákot. Szerintem, ha kiviszed a zsákodat, ezt a kis szemetes zsákot csütörtökön, akkor el tudod adni. Azt el tudod adni 300-ért, és 200-ért még meg is töltik. Igen. Úgyhogy ezért nem találtad azt a pénzt rajta, ami volt. Azért akkor egy kicsit kevesebb volt, igen. Na mindegy, szóval jó hangulatú. Jó, egyébként. Meg jó arcok vannak, megjön a rózsaszín nyuszinak öltözött férfi, ezek, hát ezek így lehet csodálni. Fél hondogot is. Volt fél hondog? Azt nem tudom, láttátok az egyik internetes portálon, hosszába elvágott. Nem lehet. Hosszába elvágott vésli a hondogban. Igen? Ne elfelejtetek írni, hogy fél hondog. Egész hotdog félgyorskével, nem? Vagy hogy van ez? Sok ketchuppal, sokkal, még több. Nem, elég lesz. Még egy kicsit, hogy ne látszódjon már, hogy hosszába el van vágva a vés. Hogy ezért. Döbbenet egyébként, hogy mennyi külföldi van. Tehát egy magyar szót effektíve már alig hallasz. De tényleg, tehát kis túlzással vannak. Vagy sok volt a rozet. Nem, még vigyáztam. Az majd csütörtök péntek. Nem, egyszerűen elfogytak. Szóval, hogy tehát olyan árak vannak, nem tudom, hogy 80-20-ra tenném én most a magyar külföldiek számát körülbelül. Ami nyilván nekünk nem akkora baj, személy szerint, mert az ember tök jól tud közlekedni a tömegben, de hogy így nagyon sok külföldi van. Mi nem az a neve egyébként, hogy Island 2014? Hát mégiscsak itthon van. De nagyon-nagyon sok. Ami jöjjenek, meg tök jó, meg nincs ezzel gond, csak kevesen, érezhetően minden évben megállapítjuk, hogy nagyon-nagyon kevés már az. Régen azért kimentél, és így mindenhol tudod érezted, hogy jött, mondta, hallottad. Hollandok, németek, franciák, nagyon sok holland tényleg. Hollandnak olcsó, magyarnak sok. Igen, hát ez az igazság. Én őszintén mondom, hogy tényleg csak így a hangulat, meg a nosztalgia kedvéért, meg így egy kicsit talán így, hát lehet, hogy elcsípek valami olyan zenekart, ami érdekelt, azért mennék ki, mert tényleg mondhatné, hogy nekünk ott van a Volt. Csak ez még egy kicsit messze van. Messze van. Fia, azon gondolkozz, 16 ezer most egy napi jegy, hogy azért mennyi... 16 egy napi jegy. Igen, hogy azért mennyi minden. Tehát ha elmész egy aréna koncertre, és ha nem hátul akarsz ülni bal fönt, ahol a színpadnak csak a sarkát látod, azért egy koncertet kapsz. Igen. Ott az egy koncert, tehát egy jó jegy most az arénában, az van 15-16 ezer forint. Most ehhez képest tegnap kaptál Tankcsapdát, Blink 182-t, Leningrádot, Ródot, Leander Risingot, csak hogy azt mondjam, ami téged is megjött. Igen, azért nem mentem, hogy akusztik. Egyébként nem az volt. Nem az volt. Képzeld el. Na, csak mondom, mert én megvártam.
11:30-kor, amikor egyesek már hazamentek aludni, mondom, még egy valamit megiszunk, ezt meghallgatjuk. És ilyen nagyon érdekes volt, mert ugye az volt, hogy a Leander Rising akusztik, de hát mondom, ha már ott vagyok, akkor meghallgatom őket, és nem az lett belőle. Tehát mire fölpakoltak, addig rá elektrikus. Na, mert azt konkrétan érdekelt volna, hát, ha játszanak új számokat is már. De mondom, akusztikban nem annyira, mert ügyesek. Mégiscsak itt egy zúzós bandáról van szó. Aha, ügyesek. Hát nem ügyetlenek. Nem. Úgyhogy mondom, tehát hogy ha ezt nézed, hogy 16 tér mennyi koncertet kapsz, akkor nem sok. Nyilván, ha ki kell fizetni a 16-ot, akkor sok. Az úgy igen. Plusz Eszel Iszol, Dínsz és Dánsz, akkor meg már nagyon sok. De ha ezt is beleszámolod. Ja. Nem, hogyha még ott azt mondod, hogy ittam két rozét, meg ettem a vizét, szemlicset. Igen. Ennivalót azt nem engednek be, nem. Gondolom. Nem. Nem nagyon, mi nem mentünk túl nagy táskával, elég kultúráltan megy már ez a motozás is, meg az egész, tehát ez már régen nem az, amit az ember mondjuk 10 évvel ezelőtt gondolt a szigetről. Nagyon-nagyon halálosan normális mindenki, szóval nincs már ez a minden szemetes ládára ráír, vagy inkább büfé, tudod meg. Emlékeztek? Régen ezekre a nagy borítós kukák, inkább büfé. De jó. Hát sosem. Hát most is van még a bejáratnál azért 3-4 fiatal, akit oda megpróbáltam bevinni valami alkoholt, és mondja nem, akkor viszont két lehetőségem van, vagy leadod oda neki, vagy pedig drink van. Igen. És akkor az alkohol mérgezésig azonnal. Az, igen. Az első forgalmazást, az ilyen walkie-talkie, ahogy bementem a szigetre, az első, amit hallottam, már jól van, lefektettük az árnyékba, csak részeg volt. És te mondom, tesó, 4 óra van. 4 óra van, és ez az első nap. Igen, de ebből tudod, ott vagy, és te hozott, a szigeten, igen, igen. Van egy csomó érdekesség, megint, amik így van, például egy óriási Rubik kocka, egy ilyen Rubik installáció. Na azt nem igen, az évforduló, amíg túl kell menned a, hogy hívják ezt a nagy óriás kerék, arra felé, pedig arra felé botorkáltunk. Arra is. Akkor Herman Otto év van, most nagyon jó installációt csináltak, volt neki az 1800-es években egy ilyen horgászos sztori, mindegy, arra ráfűztek, nagyon sok ilyen installáció van. Igen, vannak, az most nagyon jó. Ez kicsit így visszahozza a régi sziget hangulat, hát ez nagyon jó. Igen, ilyen ozorás igen. Kicsit az egész, ahogy így kis lámpák, kis fények, kis ernyőkék. Ozorás? Igen, az ozora ilyen, nem úgy, hogy ne. Kicsit ozorás. Nem, a maga a hangulat, hogy ez a nagy-nagy multiság, ez így eltűnik sok helyen, és megjelenik ez a pici helyi, igazi, ilyen kis fesztivál jellegű, ilyen kis multinélkül, ilyen kis szerethetőbsége. Nagyon sok ez a fényinstalláció, nagyon jók ezek a fényhidak. Ezért azért van, az önkori levette tőlük a világítást, én azt hallottam. És akkor kellett valamire. Kijöttek, és akkor így megoldották a szigetesek ezt így, hogy akkor raktak ilyen installációkat, amiből aztán fényt csináltak. Sok helyen lekapcsolgatták a közvilágítást. Ha ez igaz, nem tudom aztán. Ott olyan rész, ahol keresztbe tudtál úgy menni a sziget egyik oldaláról a másikra, ami nem tudom most keresztbe mennyi a hajógyári sziget, de mondjuk 1 kilométer, ahol végig 10 centinként lámpion van, és mindegyik egyedi és különböző. Hm. Tehát és szemétből készült. És tök jó, bárhova föltem. Azt a lemezjátszós lógósat láttátok? Van egy ilyen, a lemezjátszók lógnak fülhallgató lámpák, ilyen hatalmas, hogy bakelit lemezek megvilágítva a gömbökkel. Nagyon jó. Úgyhogy érdemes tényleg egyébként kicsit kimenni. Már valahogy az emberhez ez így hozzátartozik, nem? Augusztus, akkor megnézed. Akkor kicsit kimész, igen. Már nem vagyunk a régiek. Nem. Hát majd azért csütörtök pénteken azért majd kicsit meghúzzuk. Ráteszel? Hát? És meg tudod, ott volt, hogy menjünk, jó, rádió, menjünk. De hát úgy csütörtök pénteken már lehet egy kicsit jobban. Olvastam az Indexet, tényleg meghalt Robin Williams szegény. Igen, nagyon durva. Nagyon durva. Hát, neki alkohol problémái voltak, igen, és elég súlyos depresszióban szenvedett, és hát nyilván ennek a következménye. Azt hiszem, hogy 63 éves volt, tehát, hogy azért nem kellett volna még neki. Én nem értem ezeket a nagy hollywoodi színészeket. Az egész világ a lábuk előtt fekszik, komikusok, elismertek, jó szerepek után, rengeteg anyagi elismeri, és olyan filmben játszom, hogy akarsz, és mégis hát depresszió. És... Nem játszott olyanban, hogy játszott? Én tudjátok, nem vagyok jó filmből. Nem tudom. Hát, de hányan vannak ilyenek, érted? Akik egy picit újítottak a zenétükön, de... Dolgozni. Tehát ha nem találsz helyette szerintem mást, vagy nem tudod normálisan feldolgozni, akkor ott kattan el az agyat. Igen, szegényként. Én nagyon kedveltem. Nagyon kedveltem őt. Egyébként. Igen. Szegény. Igen, nem, most hogy gondolkozom, tényleg nem láttam már mostanában. De ez nem volt semmi olyan. Már én ugye nem vagyok jó filmből, de
de egy idejét azért nem hallom, szóval azt is biztos, hogy marha nehéz feldolgozni, mondjuk ha van egy csöppeszed, akkor azért meg kéne tudni oldani. De hát ő már nagyon régóta pirtjel, nem? Igen. Komolyabban. Igen, és hát lehet, hogy ennek is a következménye az, hogy nem nagyon hívták. Aha. Igen. Hát tudja a szöveget, csak már nem bírja elmondani. Igen, vicces, most de nem azért a tévében. Igen, a karácsonykor azért még a Mrs. vagy Miss, igen, Mrs. Doubtfire, vagy mi volt? Igen, hát az, azt mindig meg tud nézni. A 25-e vagy 26-a a klasszikus, azt mindig végignézem. Tehát ez egy akkora film, hogy a Baby Chose visszakapja a saját gyerekeit, nőnek öltözik. Ez egy nagyon, nagyon klasszikus film. Na, nézzük, hogy korán kelő hallgatói mit írnak nekünk. Idén nem közismert a telefonszám, amin szólhatsz, ha nagyon hangos a sziget. Mi Újpesten lakunk, de. Szerintem közismert. De ez közismert, hogy az ne? Biztos, hogy azt mindenhol kommunikálták, hogy ez megvan ez a telefonszám. Egyébként Annát kérdeztem a reggeli kávénknál, mert ő ugye pont ott lakik, és azt mondta, hogy teljesen normálisan kezelhető a hangerő, tehát az nem alszik, aki nem nagyon akar. Hát, meg ráadásul felhúztak egy ilyen 100 méteres hangvédőfalat is. Igen, hangvédőfal is van. Hát én is nem is ott laknak Óbudán, hallják azért ők is, tehát most én mindig azt mondom nekik, hogy azért persze oké, hát hangos, meg zajos. Tehát... Ingyen koncert anyuka. Hát persze, hallgass egy kicsit, de hát egy hét, hát ennyi szolidaritás nyilván azért. Szóval valahogy ezért ez így bele kell, hogy férjen fene se tudja, mert szállt én is idősebb leszek, úgy fogok rá reagálni, hogy na a huligánok hát, meg én itt bizony. Buliznak, és az ember nem tud aludni, de hogy így. Tehát kell engedni de a fiatalságot. De ha a nagy színpadról szólna a mamma, akkor azért kibírnak. Tényleg, mi van? Nincsenek. Még a Táncdal Fesztivál sátrat láttam, de még csönd volt, még üres volt. Se voltak meg ezek. Nem mennek már? Táncdal Fesztivál sátor. Akkor már mi volt az? Már nem is Táncdal Fesztivál sátornak. Táncdal Fesztivál színpad volt, de most elől van egy ilyen egy ilyen körben nem falazott ilyen háromszögletű sátor. Az volt az a Táncdal Fesztivál, de lehet, ez már évek óta nincsen? Hát ilyen néven nincs. Ilyen néven nincsen. No, nem nagyon értem, mert egyébként ez egy óriási húzás volt. A magyarok imádták egyébként. De van annak neve még. Tavaly is ott van. Voltunk a Happy Gangen, vagy tavaly előtt. Mi a régi Táncdal Fesztivál sátor, az mi? Vagy Táncdal Fesztivál színpad volt ott hátul balra, a Magic Mirror mellett, és most ott van egy sátor elől. És ott volt régen a Happy Gang, meg ezek. Uh-huh. De egyébként biztos vagyok benne, hogy a külföldiek is veszik a lapot, érted? Tehát, hogy oda mennek, belehallgatnak, és akkor érzik, hogy itt van egyféle ilyen magyar karelgótról van szó. Meg hát a mamma, az pedig, hogy ez egy közismert nemzetközi sláger egyrészt, másrészt, hogy kérdezik vissza, miért tudja ki ez a Herman Otto. Jó, hát oké, de azt mondom, jó, na. Kevesebb a külföldi ezeken, tehát itt azért inkább a fiatal magyar őrjünk, vagy őrjünköt régen. Még egy berúgott hollandnak egyébként tök nem. Mindig. Óbudai vagyok, de ezt el kell viselni, írja Blond. Hát! Igen, nem könnyű. Nem könnyű óbudaiak lenni. Én raktam egy darabig a Duna partján, amíg még a másik rádióban dolgoztunk, ott a bevásárlóközpont mögött van egy ilyen lakóövezet, és akkor ott laktam, és onnan én élveztem egy szigetet. Engem nem zavart. De mondjuk nyilván hozzáállás kérdése is, meg akkor még nem volt kisgyerekem, biztos, hogy kéne. Mennyi volt a napi jegyed a lakásban? Ja, ingyenes, és mindig volt fröccs a hűtőben. Úgyhogy én ott üdögéltem a teraszonokban, és remekül lehetett hallani. Biztos, ha van mondjuk egy 10 hónapos gyerekem, akit szeretnék elaltatni, és kinyitnám az ablakot, mert egyébként megdöglünk a lakásban, olyan meleg van, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban zavart volna, mert így mondjuk egyáltalán nem zavart. Igen, megjött az ajcsicsomag, nagyon király az óra és a bögre is, mind a 8. Köszönjük, fiúk. Ugye ez volt a 8, igen. Mi egyszer, persze. Varoda? Aha, nem tudom, Varoda? Mi volt, ahol nagyon szörnyű munkáik volt, nem beszélhetnek, nem hallgathatnak zenét, és... mi volt annak? Az adatrögzítő csaj csapat, igen, helyesek voltak. Jó, szegény. Jó, velük is tudod. Begyűjtötted hololcsó a tojás? Mi nem? Petrezsén. Azt ő tudja magától, nekem azt nem kell gyűjteni. Ő adja tovább a tojásos információt. Így brutóban mennyi dumáltam velük? 8-10 perc? 8-10 perc. Nem tűnt, hogy én 3-szor voltam már nyaralni? és még mész kétszer. Igen. Nem csörög a telefon. Igen. Jó, megkapták, jó van, Nikiék, ez nagyon jó. M3-as jó járható, M2-es 28-as kilométernél van egy trafi Pest felé. 3-6 komák kiállnak fotózni. Ez szemtelen, nem? Nem tudnak aludni, vagy ilyen korán kizavarják őket? Mi van? Lehet, hogy már nem is jöhetnek vissza. Érted? Uh-huh. Tehát ők már tegnap kimentek, csak mondták, hogy még nincs meg az átlag srácok, maradjatok ki éjszakára is. Korábban tudtok kezdeni. Igen. Na jó van. Ákos, hello, mi újság van?
Jó reggelt! Hello! Te szigetezel vagy kint? Én nem, én egy életemben egyszer voltam a szigeten, akkor is interjúzni, és nem, nem voltam. Nem jön be, vagy nem kedvelem? Nem tudom, lehet, hogy most kinézek én is. Mikori vagy? 88-as. Hát az abszolút az ő korszaka is lehetne. Már most ezeket neked ismerned kéne, ha nem a hülye éreidet bújnád állandóan, hanem korszerű fiatal lennél, és hát nem koncertekre járok, hanem a haverokkal összeülünk, híreket. És megbeszélünk, hogy jön a nemzetközi, illetve a hazai helyzet fokozódását. Igen. 88, hát akkor a kezdeti szigetek azért az nem annyira. Hát az nem. Nem. Igen. Jó, az nincs. Az hát legfeljebb, ha a szüleit kivittek volna, hogy megszabaduljanak tőle. Igen. Eladó a gyerek. Teszem ide a vonzás kosarat ide, ha metem a sátor mellé. Hát. Uram, uram, a kosár, ne igen. Adja itt. Nem, nem, nem a milyen. Jaj, de köszönöm. Az csak egy installáció, a gerendőjök találták ki. Nézzem bele. Hő, tényleg. Jó, meghallgatjuk a híreket. Ebola mi van? Van? Ebola van is, meg nincs is, hát tudjátok, ez most az utóbbi néhány napban ez egy ilyen érdekes... Ebola kérdés. Fakó? Ez lesz? Fakó Ebola, igen. Nekek az a lényeg, hogy itt ne legyen. Itt nem lesz. Jó. Gyerekek, tuti előbb-utóbb felbukkan itt egy Ebola gyanús. Kicsit vérzik az orrod, Jani. Na, az ne, ne törődj vele csak. Ez majd mikor hazajöttünk, ez akkor lesz aktuális, ha egyáltalán megyünk. Jó van, fél hét múlt, pontosan egy perccel meghallgatjuk a legfrissebb híreket, játékra lehet jelentkezni. Mi volt tegnap? Hát buktunk. De hogy buktunk? Ja, nyertünk. Tényleg, igen. Igaz, de hülye vagyok. Jó, hát még csak egy apró tévedés. Jó, én kettőre értem haza, hát most azért mindent és jó, hát most buktunk, vagy nyert. Hozta, azt hiszem, te játszottál. Igen, igen. Játszottam, és akkor elég jól sikerült a játék a mi szemszögünkből nézve. Na. Úgyhogy... Hát kell, mert elbuktuk a múltat. Folytassuk ebben a szellemiségben. Szükség van rá. Jól van, fél hét múlt, egy perce jönnek a legfrissebb hírek, ahogy mondtam, lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc pontosan 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello, hol szaggat az adás? Online? Vagy hol szaggat? Mert hát néhányan írják. Írják meg pontosan, hogy ők hol, de hol tartózkodnak. Online? Az adás? Online? Anyá. Éle. Hát. Na. Jó, megnézzük mindenképpen. Próbáltuk más alkalmazásra menni. Vagy a Morning Show, vagy a Klassznak az élőadását megnézni, ha az szaggat. Ha az éter szaggat, azzal nem tudunk mit csinálni, de megnézzük. Meg az éteri adás szaggat? Éteri, igen? Nem. Az fura. Az nem, nem. Nálunk nincs hiba igazából. Akkor ott kifelé valami. Ha valaki babrál az antennával, karbantartással, és valamilyen kis emberke ott egy ilyen kis kantáros nadrágban, ott fönt 100 méter magasan, ott valamit kapargál. És a domest azt lefogja. Igen. Azért, vagy rászállt egy kis madár, és a macska játszik vele. Igen. Úgyhogy ez van. De köszönjük szépen. Én meg fél füllel hallom magam. M3 a 185-ös kilométernél trafi Pest felé. Ez ebben a pillanatban jött. Valamint a 37-es főút Bodrog-Olaszi trafi. Üccsé. Bodrog-Olaszi gyerekek. Én ott jártam. Sükkös belterületén az 51-es főúton mérnek Baja irányában, MAP küldte nekünk, valamint trafi a 33-as úton a látóképi tónál a Debrecen felül érkezőket mérik. A látóképi tó meg volt? Bodrog-Olaszi előtt vagy után? Az nem, Bodrog-Olaszi volt, csak ott lakott egy gimnázista osztálytársam, és lementem meglátogatni Bodrog-Olaszit. De nem engedtek be, és hazajöttél. Nem engedtek be, és hazajöttél. Azért mentem le, nem, hogy megvegyek egy gitárt. Bodrog-Olaszi van. Leutaztam, visszautaztam, és megvettem egy gitárt. Amit híres aztán... Bodrog-Olaszi gitár. Ki volt rakva egy kocsmába egy gitár, és azt mondta az osztálytársam, hogy ezt a gitárt neked meg kell venni. Igen, ez Elvis-é volt. Mikor Bodrog-Olasziban fellépett. Soha nem felejtem el, lementem, vártam, hogy most megveszem életem gitárját, és kihoztak, beléptünk a kocsmába, és ilyen igazi Bodrog-Olaszi arcok, nagyon piátenisnek, hogy Hozzuk a gitárt. És kihoztak egy ilyen poros, ilyen koszos, ilyen félig elégetett, félig valamilyen ilyen nagybőgőt ráadás. De még Jimi Hendrix használta. Agyon nyúzott valamit, amit megvettem, kifizettem, egy hét után pedig visszavittem. Se nem szólt, se nem lehetett rádugni semmire. Rossz volt rajta minden. Elvittem, mondták, hogy ez egy roncs. Ez de valami... mivel adták el neked? Tehát mi volt a hívó szó, amire azt mondta? Az osztálytársam mondta, hogy ez egy... ez a gitár neked kell. Olyan gitár van Bodrog-Olasziba, hogy megőrülsz. Mondom, oké. Okay. Mondom, oké.
vonat, megyünk Bodrogon szépen gitárt venni. De jó. És a visszavitted és visszarakták a foltra, ami a falon volt. Nem tudom, én visszaadtam az osztálytársamnak, ő visszaszerezte valahogy a pénzt, nem annyit egyébként. Szerintem lehet, mindenkinek eladták hetente egyszer ezt a gitárt, és még kevesebbet adtak vissza, amikor mindenki ráérezte. Okosan körbe túrrészadták ezt a gitárt, és akkor valahogy vissza-vissza került. És ilyen rettetesen ki volt találva a körítéshoz, hogy amikor kihozták a hangszert, akkor elcsendesült a kocsma. Igen. Igen. Megvillant rajta a fény. Csendet! Hozzátok a gitárt! Mondták ezt Bodrogon a szivar, és kijött a gitár. Megálltak a poharak a levegőben. Igen. Valaki felherdült. Valaki elzokott a magát. Nem vigyék el! Látjátok oda egy pestire! Igen. És aztán egy pesti elvitt, és egy-két múlva újra ott volt. Kiállítva a bodrogolaszi kocsmába a gitár. Aki ezt a gitárt nem tudja szólaltatni, aki ezzel tud egy egészséges hangot játszani, az lesz a világura. Igen, az a kiválasztó. Azért lesz a végzett gitár. Igen, úgyhogy vissza-vissza kerül, gyerekek. Szomorú. Szomorú történet ez. Hát így. Bodrogolaszi gitárról. Ez egy szomorú, szomorú történet. Viki is írja, hogy van valami hanghibánk. Gyerekek, nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni. Nem mi vagyunk, innen megy a jel, innen megy a jel, utána néztük, megvizsgáltuk. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, szépséges jó reggelt kívánok, Bászik. Hopp, hopp. Megy vissza. Jó bemutatkozás. Aha, provokatív. Igen, Anna, nem vagy Skype-on? Nincsen? Miért nem? Nem, elszállt. Hogy hívnak? Hello. Hello, Eszter vagyok. Eszter. Eszter Szerencsről. Na, lebácsiztál minket? Le. Hát milyen, milyen szörnyű világ. Ha elvesztem, akkor még jobban. Micsoda, ha? Ha elvesztem, akkor még jobban. Ja, hogy ja, úgy értem, hogy ha kikapsz, akkor még jobban bántasz minket. Igen, aha, igen, így van. Hisz annyi év alatt nem volt nehéz megtanulni. Fekete-fehér égennemet játszani, amennyit mi tudunk le. Igen, mit csinálsz, Eszter? Tanulok. Mennyi idős vagy, hogy ilyen finoman lebácsiztál minket? 16. Ó, hát... Kis, az apáid lehetnénk, igen. Igen. Mondjuk azért nagy buli kellett, hogy legyen, ha mindhárman esélyesek vagyunk. Igen. És mit tanulsz, Eszter? Angolt. De csak angolt? Igen, csak az. De hogy, hát 16 éves az ember még vagy gimi, vagy, vagy középiskola. Kirúgtak, és ez egy ilyen angol fakultatív, vagy? Igen. Bosszú angol. Uh-huh. De mi, hogy csak angol? Mert nyáron? Nyáron csak angol? Hát, igen, de... nyáron. Na, de ősszel vagy valahol? Persze, a gimiben. Na, azért mondom. Nagyon-nagyon cseles vagy. Kivel szeretné játszani, Eszter? Balázsral, tehát veled. Én megismertem önmagam. A legfiatalabban, igen. Igen. Még mindig van köztünk egyébként 21 év. 21 év. Úristen, 37 voltam. Bejön neked a tata? Az öreg, a Balázs. Az öreg, igen. Gyerekek. 37 voltam már én is nyáron. Rossz belegondolni. Hát közelebb vagyok a 40-hez, mint a 30-hoz. Bizony. Na jó, de 2016. Az 32. Még úgyse. Még úgy se jó. Ti már közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz. Én nem. Bizony. Nem sokára közelebb lesztek az 50-hez. Közelebb, igen, jövőre. Jövőre, én május 18-án már közelebb lesz. Közelebb lesztek az 50-hez, bizony, mint a 30-hoz. De most is közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz. 44 éves is közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz. A 40-hez vagyunk még közelebb, mint az 50-hez. Úgy, a 40-hez és az 50-hez, igen. De már ti az 50-hez vagytok közelebb. Viszont 20-nak érezzük magunkat. Ez a lényeg. És vannak, nézünk ki. ez a lényeg, gyerek. Na jól van. Jó. Csapjunk össze. Csapjunk. Jari. 3-2-1 fejő. Esztert mondtál? Esztert. Kérdezhetek? Szeretnél? Kérdezek. Kérdezzél, de jól gondold meg. Hol voltam nyaralni? Hol voltál nyaralni? Voltam belföldön, voltam külföldön. Külföldön hol? Voltam Törökországban egy hete. Szereted? Mit? Törökországot. Semmi különös nincs benne, amit nagyon lehetne szeretni. De kedvelem, igen. Oké, okay, köszi. Kedvelem, igen. És na,
Jó, már hagyjad ezt. Most már jól megy. Megkapott a fényem ebben a játékban. Szép volt ezt a... Legutóbb is úgy buktad el egyébként, hogy te mondtad ki. Olyan magabiztosan mondom be ezeket az igeneket, mintha nem ismerném a szabályt, és nem. Kedveled? Igen. Nagyon. Nem, előtte elmondod, tehát válaszolsz. És utána valamit bemondok egy igen. Tehát mondod, hogy kedvelem, és ez meg is állhatnál, de nem, te megerősíted, hogy igen. 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 Ha esetleg nem értené azt abból a szóból, vagy nem értené az a szót, hogy kedvelem. Eszter, ügyi vagy. Gratulálom. De van a dolognak jó oldala, mert innentől csak kegezlek titeket. Hát, Balázsral játszottál, kislányom. Kislányom, igen, igen. Csak nagyon összeted. Ügyi vagy, tényleg. Abszolút megérdemlet. Illetve hát én már nem úgy játszom, mint régen. Nem. Hát, sebezhető. Igen, sebezhető lettem, úgy érzem. A korral. Ne kóstolgasd most, hogy nyertél. Ne kóstolgasd. Értem. Gyermek még? Hadd tegye gyermek még. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, Eszter. Köszi. Ciao. Na. Szerbusz. Hát gyerekek. 2-0? 1-1. 1-1. Ja. Atya úristen, dobd egy kapitot. Valamit szednem kell. Jó van, 1-1, azt hittem 2-0. De az 1-1 az még fogható. Kicsit kevesebbet játszom, még hozzátok is ajtet. Ennyi. Megvagytok ti már nélkülem ebben a játékban, úgy érzem. Egy csomag lettem. Egy olyan teher ebben a játékban, amire nektek már nincs szükségetek. Tegyetek le. Dobjatok ki az ablakon, dobjatok be egy kukába. Egy teher lettem. Már csak Laci, told ki a fatert, tedd tisztába, hetes ditast, aztán hozd vissza. Egy zsákban visztek, tegyetek le, és hagyjatok meghalni. Nincs meg. Ne vigyetek tovább. Ennek már nincs értelme. Ennek már nincs értelme, így van. Tegyetek le, hagyjatok meghalni. Én el vagyok én még itt, amennyi múl. Bali 38 múltán, nem? Hát most 77-es vagyok, most hülyén számolok? Nem 37 múltam? 77-es vagy? 77, 2014, akkor 37 múltam. Én is úgy érzem. Miért akar valaki már egy évet itt egyből öregíteni, 38 múltán, nem? Belül kicsit már. Ilyen olyan fel, amit el akarnék csalni egy évet. Ráadásul, hogy látom az édesanyád írt el. Nem vagyok én Erdély Mónika, aki 10 éve 36 éves, gyerekek. Én nem csalok. De még csak 37. De rajtad legalább nem látszik, hogy hazudsz. az is igaz. 7 óra múlt 1 perccel jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Hello! Hát jó reggelt! Drága hallgatók, gyerekek, itt vagyunk, hát milyen jó is ez a kedv. Még aludtunk volna, nem Feri? Hát, nem baj, majd délután. Nem, mert halára ítéltek vagyunk, tolni kell, amíg lehet, érted? Ki tudja, mennyi van még? Hát ha muszáj. Tessék? Hát nem tudsz ma bejönni. Minden akkor pillanat egy öröm, nem? Hát ki tudja még mennyi van. Itt vagyunk. Na nézzük a közlekedési híreket. M2-es, a 2A28-as kilométernél a trafi levonult. Ezt Wolf küldte nekünk. Ők levonultak, ez jó. Viszont van egy trafink Pápán, méghozzá Veszprém felől érkezőket mérik, ez Joe küldte nekünk. Aztán a Győr felül érkezőket mérik a 86-oson. A 85-ösön a hegykői elágazás után a Sopron felé egy osztrák rendszámú kocsi az árokban, Szotyi küldte nekünk. És van egy trafi az M3-ason a 185-ös kilométernél Pest felé. Eszter kimondta egyébként a Jani indítása után az igen szót, nem rossz indulatból, csak hogy védjen Balást. Anna, ha kitrécselted magad, csekkold. Hát ha, gyerekek, kapaszkodjunk bele, egy apró kicsi fűszá, hát ha. Nem hallottam egyébként, nem hallottam. Állítólag kimondta a játékos. Jó, Anna? Lassan kimérten játszott is. Lassú volt kimért, szerintem nem mondta ki, de tetszik, hogy kiálltok mellettem, köszönöm. Még ha mind igazából ez hazudni is kell, mind az egy ember, aki ezt megtette. Így van. Balázs, verbálisan lemészárolt egy 10 éves. Lép ki, válts munkahelyet. Egyébként lassan itt tartunk. Itt ülünk a látóképi tavon, és ahogy megkezdődött a Morning Show, fogtunk egy pontyot. Úgyhogy hajrá, fiúk. A fele. Ladás Rolcsika üzente ezt nekünk. Akkor azt nekünk, így van. Azt nekünk át kell adni. Nem? Lesen hát hallgattok minket, vagy pedig hangszórós. Miért hangszórós, akkor arra jött? Szerintem hangszórós. Igen? Igen. Akkor van közünk hozzá. Mert akkor arra jött. Ha, kicsit a szignálra jött. Kicsit úgy érzem. Kicsit bezavart nektek ez a hárp. Ez már nem olyan vicces, írja Mazsola. Na milyen hárp? Hogy azért szaggat az adás. Mert a hogy hárp miatt? A hárp miatt szaggatunk, igen? A hárp. Beütött, hogy hárp. Hárp rádióadás szaggatás. Hárp Morning Show szaggatás. De úgy, igen. Hát, aki ad valami tudományos oldalt, ahol bebizonyították, igen. Jaj, gyerekek. Nem mondta ki, azt mondja az Anna. Nem?
Nem is tudod oda vágni, oda csalni egy előző női játék, semmit nem tudsz csinálni, hogy ez jobb legyen? Semmi? Nem mondta ki. Én is úgy hallottam, hogy nem mondta ki. Ne vegyük el. Ne vegyük el tőle. Megérdemli ő ezt. Persze. Nem mondta ki. Ezzel van. Igen. Megnéztem egyébként, hogy a Sweet Sixteent mikor énekelte fel lemezre a Billy Idol, hát ugye a játékosunkba kifolyólag. Hát azért már ő is akkor 31 volt. És ez 20 éve történt. Aha. És még mindig tolja. Legalább. Az hogy lehet, hogy a Morning Show ebből az élőadásra kapcsolódva csak zene szól? A holnap valóban az élőt hozott, de én az appet szeretném használni, köszi Kriszta. Gyerekek, én nem tudom, nekem szól a Morning Show app. Nem tudom. Jó, de mit neki is szól, csak neki zene szól rajta, nem mi. De az hogy lehet? Hát a zene szól akkor, amikor nálunk is zene szól, nem? Na indítsd el, tessék. Jó, ez iPhone. Ez működik, gyerekek. Figyeld, hogy bejegek, figyeld. Aha. Kék a szeme. Ez lesz és valami nagy, igen, a Damco rádió, hogy nem tudom. Na. Na. Tehát most nem rossz, nem rossz. Igaza van. Úristen. Gyerekek, ez a Morning Show. Mi ez a dal? Nézd a számot. Szulák Andi. Tényleg? Mekkora kiebrándító dolog, már bocsánat, bárki is az, hogy oda kapcsolsz, hogy hallgatnád a fiúkat is. Ez tényleg szól a komolyan mondom, nem hiszem el. Miért ez szól a Morning Show app-en? Mi van? Ki szabotáljam? Ki kavar állandóan? Ki hekkel minket? Ki irigy ránk? Ki akar minket csinálni? Fura. Ja, basszus, a múltkor is itt villogtál nekem, hogy mennyire jó, mert hogy a tieteken megy, a miénken nem hát, megy, látod, és így nyomorult androidosok vagyunk. Köszönöm, akkor is valami teljesen más ment, és én meg bekajáltam. Nem, akkor a Morning Show, mert egyébként... Hát ez már nekem kell. Hát én át is mennék, ha a szomszéd beszól. Látsz, megnézed, hogy mi ez, meg próbálsz vele valamit csinálni, kösz. Hát gyerekek, én nem tudom, mi az adásunkat szaggatják, az appünket feltörik. Hát lehet így műsort csinálni, hát, nem? Komolyan mondom, lehet, hogy én nem én vagyok, hanem már valaki bejött helyettem. És mindjárt elkezdem mondani, hogy kapcsoljanak a Juventus rádió reggeli műsorára. Már és valaki is. Hallottad, hogy mit mondtam? Kimondtad? Azt mondtam, hogy Juventus. Megint kimondtam. Te turva. Te vagy? Te vagy? Mondj valami. Mivel jöttél ma? Ki? Én? Aha. Hát nem, de te. Én nem én, te. Én úgy emlékszem, hogy kerékpárhoz. De lehet, hogy elhagyta a BKV-t. Nem hagytad a BKV-t, te is gyanús vagy. Nem a Petőfi rádiótól jöttél? Húha. A Petőfi zsegli ciklizmen. Ott mindenki bringával jár. Te vagy. Én vagyok. Én vagyok. Egyre durvább a sztori. És a reggel nem csörgött a piszvár, amikor belepítéltem. lehet, hogy már nem is élünk. Tegnap pedig még volt vesekről, nem? Igen, koppan. Hát gyerekek, ezt komolyan mondom. Mindegy. Jó, akkor hallgassátok a Morning Show-n az élőadás. Ha ott nem valami, nem tudom mi megy. Ha azt nem szabotálták. Vagy gyerekek. A rádió, ha az nem szaggat. Tessék? Vagy a rádión, ha az nem szaggat. Na figyeld. Most már megnézem. Hát nem, ezt nem hagyom annyiban. Én ennek utána megyek komolyan. Ne. Mit mondasz, Zsűr? Na figyeld. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsűr. Nem, ezt nem hagyom annyiban. Ne dumálj már, öreg. Ne dumálj mit már. Mit mondasz, Zsűr? Ne dumálj már. Mit mondasz? Na figyelj. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsűr. Nem, ezt nem hagyom. Ne dumálj már. Üzedj magadnak a múltba. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsűr. Üzedj magadnak a múltba. Jó volt már régen, ha bejönnél, Zsűr. Megkopott a régi fényed, Jani. Szedd össze magadnak a múltba. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsűr. Üzedj magadnak a múltba. Jó volt már régen, ha bejönnél, megkopott a régi fényed, Jani. Szedd össze magadnak a múltba. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsűr. Üzedj magadnak a múltba. Jó volt már régen, ha bejönnél, megkopott a régi fényed, Jani. Szedd össze magadnak a múltba. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsűr. Ez egy nagyon fura álom. És még mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Jó volt már régen, ha bejönnél, megkopott a régi fényed, Jani. Szedd össze magadnak a múltba. Minket elraboltak. Na még, most mondod. Ez egy nagyon fura állam. És még mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. És azt mondtad! Nem, azt mondtad, hogy mindjárt azt mondom, hogy piros. Tehát azután kell majd várni egy piros. Na még, most mondod. Ez egy nagyon fura állam.
Még mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Megint kimondtad. Ez miért ismétlődik? Hát azért, mert az az adás, amit ott visszaküldesz, az megint bekerült a rendszerbe. Ez most örökké körbe fog menni. Az idők végezik. Az idők, és egyre többször fog rámenni. Menjünk, ígyünk egy kávét, nem kellünk. Hát ez folyamatosan visszamegy. Menjen már ez. Most egy picit, egy darabig, jó? Ez egy nagyon fura állam. Mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Megint kimondtad. Ez miért ismétlődik? Hát azért, mert az az adás, amit ott visszaküldesz, az megint bekerült a rendszerbe. Fekete. Ez most örökké körbe fog menni. Az idők végezik. Az idők, és egyre többször fog rámenni. Menjünk, ígyünk egy kávét, nem kellünk. Hát ez folyamatosan visszamegy. Menjen már ez. Most egy picit, egy darabig, jó? Ez egy nagyon fura állam. Mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Megint kimondtad. Ez miért ismétlődik? Hát azért, mert az az adás, amit visszaküldesz, de megint bekerült. Nem jön a fekete. Úristen. Ott volt. Pont megállítottam a feketét. Menjünk, ígyünk egy kávét, nem kellünk. Ez már egy ilyen időcsapdában belekeveredtünk egy pár hónappal ezelőtt, de ezt nagyon szeretem, ez annyira trippes, hogy ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Most egy picit, egy darabig, jó? Ez egy nagyon fura állam. Mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Ne kapcsol le! Azért, mert az az adás, amit visszaküldesz. Ez már nem. Nem lehet egyszer lemezni. Fekete. Most volt a fekete. Megállítottam a feketét. Csukjátok be a szemeteket, és hallgassátok magunkat. És akkor nagyon fura, mert nem tudod elkülöníteni egymástól a valóságot, meg azt, ami már megtörtént. Tehát, ha most például elkezd beszélni Balázs, ha visszahallgatjuk a felvételt, nem tudom megmondani, hogy ő beszéle itt velem szemben, vagy pedig a múltból az a Balázs. Figyelj, ez nagyon durva. Most egy picit, egy darabig, jó? Kész vagyok. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Ne kapcsol le! Ha becsukott szemmel hallgat, az tényleg olyan, mint hogyha be sem hiszem volna. Voltak élményeim, de akkor megettünk egy tálsütit mi is, és utána nem akartunk kijönni a szobából, illetve fél óráig tartott, míg kijutottunk az erkélyre. És mindenki nagyon kétségbe volt esve, és nagyon izgultunk, ha valaki eltűnt egy fél órára, amit akkor másfél órának éreztünk. Ez hasonló élmény. Tudnék róla mesélni. Viszonylag kevés és elég a jóhoz, és annak idén egy kedves közös ismerősünk, ezt a sztorit nem is annyira ismered, sütött egy kis sütemény. És tettél belőle? Edinának hívják az illetőt, igen. Nem, azért elég jó ismered. Igen. Mondhatni. És már sokat dolgoztatok együtt. Igen. Na szóval milyen volt a lényeg, süti? Hogy, hát egyet ettem belőle, és utána nem mertem lecsukni a szemet. Ahogy lecsuktam a szememet, abban a pillanatban elkezdtem forogni egyre gyorsabban és gyorsabban. És mindig volt egy pont, amikor már akkora volt a sebesség, hogy ki kellett nyitni a szememet, és az volt a fura, hogy akkor mindig éreztem, hogy bum, bum. A sütiben az az érdekes, hogy megeszed és elfelejtett, hogy megetted, és amikor már elfelejtetted, akkor a süti bekopog, hogy itt vagyok. És akkor úgy egy picit kapaszkodsz. De ez nem biztos, hogy úgyhogy beszéljünk erről. Na mindegy, de az összeset nem is fogyasztottam. Olvastam, hogy a süti az olyan, hogy megeszed, elfelejted, és amikor egyszer csak és elkezded, akkor megjön a süti. Milyen jó volt maga a sütemény? Nagyon kellemes volt. Mákos süti volt egyébként, de az egészet nem fogyasztottam el, mert mondom, úgy éreztem, hogy ez már tényleg sok lenne. Meg apám nagyon szerette a mákos süteményeket, és akkor ő ezt szerintem is be is tolta a reggeli tejája mellé, aztán beült az ilbe is. Ez már egy ilyen időcsapdában belekeveredtünk egy pár hónappal ezelőtt, de ez nagyon szárnyam. Csukjátok be a szemeteket, és hallgassátok magunkat. És akkor nagyon fura, mert nem tudod elkülöníteni egymástól a valóságot, meg azt, ami már megtörtént. Tehát, ha most például elkezd beszélni Balázs, ha visszahallgatjuk a felvételt, nem tudom megmondani, hogy ő beszéle itt velem szemben, vagy pedig a múltból az a Balázs. Ez nagyon durva. Mennyire hallgató barát, amit most csinálunk?
Tessék? Semennyire. Mennyire hallgató barát? Ha jössz haza egy jó buliból, akkor nagyon. Ez még tud az lenni. Egy bizonyos állapotban. Hallod, tegnap akkora volt a Morning Show. Hallod? Elvételről hallgattam én is, én akkor átutaztam velük. ez még tud az lenni. Na mindegy. Gyerekek, semennyire nem hallgató barát. Jó, a lényeg, amit szerettünk volna ezzel kideríteni, hogy működik a Morning Show applikáció. Mármint, hogy a honlap, ugye? Hát tesz, nem a honlap, tesz. Igen. A honlap, igen, de mi megy az applikáció? Az applikáció szerintem most éppen nem tudom, hogy ki énekel egyébként. Annak utána nézünk, jó? Ha valaki akarja magát ilyen régi retro zenékkel kínozni, akkor egészen nyugodtan. De megnézzük, hogy mi ennek az oka. Jó kis space cake, írja valaki. Igen. Valami nem jó az adással. Írja valaki? Basszus, ti bebélyegeztetek. Jó volt egy év is tegnap este, hát. Ez nem annyira hallgató barát. Jóval nem kínunk senkit. Gyerekek, egy érdekes kutatás az, ami napvilágot látott, illetve nem is pontosan kutatás. Ezt nagyjából tudtuk, hogy ez a helyzet. Viszont találtam egy oldalt, ami egész egyszerűen szenzációs. Egy amerikai felmérésből ugyanis kiderül, hogy a serdülők több mint 40%-a már túlesett az első élményen. Azért ez megdöbbentő, hogy a serdülők több mint 40%-a. Mire a szüleik egyébként elkövetik azt a bizonyos szörnyű felvilágosítást, ami ugye hát tulajdonképpen elmondja, hogy mi, hogy, miért, és a méhecske, és a többi, addigra egyébként már a kétharmaduk az internetről tájékozódik arról, hogy mit, hogy kell csinálni, ugye? Meg hát nyilván a baráti körből. És ugye van ez a virtuális szülő, úgymond, aki felvilágosítja a gyerekeket, maga az internetet hívják, ugye virtuális szülőnek. Virtuális szülőnek? Virtuális. Jön vissza a space cake. De virtuális szülőnek? Még nem múlt el a sziget nyomtalan. Igen. Szóval, és van egy ilyen oldalt, tudtátok? Virtuális szülőn? Nem a virtuális szülő. kamaszpanasz.hu. Nem, mondd már, hát kamaszpanasz.hu az nem egy ilyen... kamaszpanasz.hu. Hát én ezt az oldalt meglátogattam, ugyanis kíváncsi voltam, hogy mit kérdeznek a mostani tinédzserek az ott megtalálható szakértőktől. Milyen állapotban van a mai fiatalság? Hát nem többet, mint egy másfél-két órát sikerült ezen az oldalon eltölteni. És megkaptad a válaszokat a kérdéseidre. Végre az én kérdéseimet is megválaszolták. De hogy ha ekkora a tudatlanság valójában, akkor én nem tudom, hogy ez ijesztő, vagy ezt felnőttek kirogatják-e, vagy ide tényleg gyerekek kirogatnak, vagy kamaszok, de hogy szemezgetnék ezek. Kiírtam egy-két kérdést, hogy mi van a kamaszpanasz.hu, nem hiszitek el. Ha ez alapján felvilágosítják a gyerekeket, mármint ha ez alapján nincs felvilágosítás, az nagy baj, mert ugye a válaszok jók, szakértők válaszolnak, de a kérdések azok megdöbbentőek. Óriási a sötétség. Fölmegy 2014-ben egy 10x éves gyerek egy ilyen oldalra, hogy kamaszpanasz.hu. Szerinted? Hát, tehát csak kérdezem föl. Ez egy létező oldal, ahol szakértők komolyan válaszolnak a tínédzsereknek. Tehát szerinted hát ez a kamaszpanasz már maga a név. Kamaszpanasz.hu. Picit 80-as évek eleje, de szerintem volt is valamiféle ilyen rovat valamelyik újságban. Ifjúsági magazinban volt, kérlek szépen, Veres Pali bácsinak egy rovata, és akkor ott lehetett föltenni ilyen kérdéseket, hogy... Csókolóztunk tegnap a Lacikával, lehetek-e belőle terhes? Ez régen volt a Bravo meg az ifjúsági magazin, tudod, ez a szex, szerelem, gyengétség. Ez volt a címe. Szex, szerelem, gyengétség. Elolvastam ezt a cikket, mondom, 40%. Oké, kamaszpanasz.hu. Nézzük meg, hogy mondom, milyen állapotban vannak a fiatalok, mit kérdeznek egy ilyen oldalon. Én nem tudom, hogy kik a szakértők, de állítólagosan igazi pszichológusok, meg szexuálpszichológusok próbálnak tinédzsereknek válaszolni. Egykori tinik nyilván. Na. Kucs. Oh. Én meg csak beleolvasott a kamaszpanaszba, hogy ilyen rosszul van. Már. De jó, hogy van rajta. Azt mondják egyébként a szakemberek, hogy nincsenek felkészülve a mai fiatalok. Tehát, hogy azok a kérdések, amiket te ott olvasol, az tényleg olyan. Tehát, hogy az érzés része, az érzelmi része, az teljesen kimarad. Mindenféle csúnya oldalakra járnak, ezek teljesen elítélendő módon. Megnézik, és azt gondolják, hogy az a szerelem. Bizonyos tekintetben szerintem felkészültek, tehát, hogy pont a fizikai része az, ami szerintem számokra hogy többé-kevésbé nyilvánvaló, ők inkább az érzelmi részével. Ezt mondom én is, hogy a nincsenek. Szerelemmel nincsenek. Igen, azzal az érzelmi, nincsenek. Tehát a magával, az aktussal mondjuk ki, így, ez nem csúnya, azzal igen, mert azt már látták ezerszer. De például a
fiatalok többsége állítólag a védekezésről se tud semmit. Hát vagy nem akar róla tudni. Hát azt meg nem nagyon hiszem el. Tehát azért egy normális gyereknek 15-ös elmondott, hogy fia, ezt csinál, akkor gyereked lesz, és nem fogsz tudni iskolába járni, meg szerintem kicsit megalapozatlan 15-esen. Azt mondja, hogy miért ezt így kell csinálni. Uh-huh. Mondjuk ezt el is kell nekik mondani. Hát, de nem úgy, hogy a szülők lekésik ezt a felvilágosítást? Tehát ők azt hiszik, hogy még nem tudja, mire pedig elindul, nem is emlékszem konkrétan, nem ültettek így le, vagy ez valahogy elmaradt. De hogy mire azt gondolja a szülő, hogy na most, addigra a gyerek már konkrétan mindent tud. Minden tudsz. Nem? Minden tudsz. Na jó, mindjárt szemezgetek ebből nektek, csak hogy kik írhatják ezeket a kérdéseket tényleg? Tehát valódi gyerekek szerintetek, vagy szórakozni vágyó tinédzserek, vagy felnőttek? Feltődtek. Vagy azok, akik meg is válaszolják, az is lehet, nem? Igen. Akik megválaszolják, azok profik. Azon látszik. Felmennél egy ilyen oldalra? Valószínűleg nem. Tudnak erről a tinédzserek, hogy kamasz panasz? Szerintem igen. De tudnak? Nem rossz egyébként ez az oldal. Most így fölmentem, és így hát egy nyilván egy ilyen vénember szemével, mint az enyém, így viszonylag trendinek tűnik meg. Ugye nem csak a szexualitástól boncolgató kérdések vannak, hanem olyanok is, ami esetleg téged is érdekelhetnek. Azt mondja, hogy csinos csíkok a hajadba, néhány jól elhelyezett, melírozott csíka feldobhatod az uncsi és fakó hajszínedet. Így éltem 15 évig, tehát ebben nekem nincs új. Egy 4-5 éve, amikor beültettek egy búra alá, ott mondtam, hogy többet nem. De addig nagyon szerettem. És 6 nővel én is kiskegyedet olvastam, és megvitattuk, hogy mi lesz hétvégén, mit főzünk, akkor mondtam, hogy... Azt mondtam, elég! Idáig, és mit nem tovább. Mit mondtál, Balázs, nem hallom, mert a szállító megy! Na, jó az. És fújtam én is a körmömet, hogy ne nagyon tűnjek ki a tömegből, igen. Na jó. Megmutatom nektek, gyerekek, mit kérdeznek a tinédzserek. Tételezzük föl, hogy mondjuk ezek valódi kérdések. Jó? Tételezzük föl, hogy ilyen állapotban van a fiatalság, akik a kamaszpanasz.hu-n próbálnak, hát hogy is mondjam, okosodni egy kicsit. Úgyhogy mindjárt szemezgetek nektek a kérdésekből. Hát ha ez a valódi magyar helyzet és ez az igazság, akkor az elég szomorú. 7:30 pontosan 3 perccel, jövünk mindjárt a játékkal is. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, Bon Jovi! Egy jó kis Bon Jovi az. Mindig mindenkinek jobb kedve lesz, remélhetőleg. Itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy van egy oldal, ami most hát vagy a tinédzsereknek segít, ha ők valójában használják, vagy a felnőttek szórakoznak. Nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy melyik lehet, ugye? Minden esetben van egy kamaszpanasz.hu, ahova én eljutottam egy cikk alapján, amit csak így megnéztem, mert állítólagosan az amerikaiak kiderítették, hogy a serdülők többi 40%-a már túl van az első élményén, mire a szülők felvilágosítják őket. Elolvastam, és ott valahogy ráakadtam erre az oldalra, és átlinkeltem. Hát gyerekek, nagy baj van. Nem mondd már. Kiírtam egy-két kérdést, hogy mit szeretnének a kamaszok tudni ezen az oldalon. Tételezzük, hogy ezek a gyerekek írják. Jó? Üdvözlöm. Így szól az első levél. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szüzességet vissza lehet-e szerezni, mert 15 voltam, amikor elvesztettem, és azóta megbántam, mivel akivel megtörtént az aktus, hát nem voltunk egymásba szerelmesek, csak megtörtént és kész. Egy szóval nem voltam rá felkészülve lelkileg és testileg. Már eltelt azóta 2 év, és az első óta nem csináltam, nem is akarom, félek csinálni, nincs elég önbizalmam hozzá. Egy szó, mint 100, szeretném visszakapni a szüzességemet. Uh-huh. Lehet? Kérdezi a kislány, valószínűleg. Aha, na ez kamu szagú. Kamu? Egyrészt a mai fiatalok nem, jó napot kiak. Az akart, üdvözlöm. Az cső. Aha, cső. De mindenhol ez van. Vissza tudjátok-e varni a hát, érted? De szerintem... De ne! Feri! Gyerekek, hát hallgass már meg! Egy 15 éves, hogy cső, csákot csővesz! Meg tudjátok-e, hogy... Kisanyám, vissza tudod dobni a hártyát, vagy nem? Nem, na, akkor tipli van, mama, mert egyébként kés rakok a vinkód alá, érted? Ne így zsibbasz magad, mama, mert alágyulok és vakarlak, na, húzzál innen. Tűcérna elég lesz hozzá, mert cérna van. Így lesz. Tételezzük fel, hogy ő egy kultúrált. Tehát nem, akkor ez nem valós. Jó. Ez a kérdés, a szakértőnkön nagyon helyesen megválaszolja, kedves levélíró, hogy gondolod a visszaszerezni, még egy kicsit humorizál is. Második. Az alkohol befolyásolja a testméretet és a péniszméretet? Kérdezi valaki, én amúgy is alacsonyabb vagyok az átlagnál, 14 éves 60 centi. Nemi szervem állva 14 centiméter. 14 éves 60 centi? Hát ők tényleg egy picit alacsonyabb akkor az átlagnál. 160. Akkor én egy troll vagyok hozzá képest. Ott körülötte szőrös, a hónaljam is, a lábam nem, meg sehol máshol. Későnőérő vagyok, meg fogok nőni. És az alkohol árthat ebben, ha egy hónapban, figyelj, ha egy hónapban kétszer iszom a haverokkal, meg vízipipázunk.
Na, ezt egy tizenéves írta. Ez nem kamu. És vízipipázunk. És vízipipázunk is. A haverokkal egyszer. A szakértő. Kétszer egy hónapban. A péniszméretet, az alkohol nem befolyásol, különböző szteroidok, stb. Én nem tudom, a szteroidok azok hogy jönnek ki, de minden mellett számos károsító mellette hatása van. Bővebben olvashatsz a Herezsugor fő oka című cikkünkben. Ez. Ott ülsz reményvesztett tínédzserként, és elolvastatják Isten veled a Herezsugor fő okát. Mint... Azt is tudni kell, hogy az mitől van. Erről bővebben olvashatsz a Herezsugor fő oka című cikkünkben. És akkor még itt leírják egyébként. Következő kérdés. Ami a tínédzser fő... Megtaláltam! A Herezsugor fő okát? Így van. Na, már élementem. De tényleg ott van az oldalon. Mindenképpen mensd el. Kínos kérdés. Így indul. Szex közben miért nyögnek hangosan? Vagy ezt nem tudjuk szabályozni, csak úgy jön? Na, ez kérdezi is valaki. Ez egy korrekt, ez egy valós kérdés. Ez egy valós ez kérdés? Ez valós kérdés, biztos. Igen? Ez jó, igen. Ez jó. Igen. Hát, én az nem elsőt nem hiszem, de ez az. Nem túl konkrét. Mert lehet, hogy az alattuk lakók nyögnek. És egy 70 éves... Megint nyikorog az ágy. Igen, és egy 70 éves, igen, nagy írta. Mi a tisztelt válasz? Szakértő. A válasz... Azért most már tanuljunk is valamit, hogy miért nyugodt. Ideális esetben egy nagyon elégedett lelkiállapot jön létre. Köszönöm, elég ugorjunk. Jó, mi a következő? Amelyben felszíre kerülnek a rejtett ösztönök. Hát miért kell így válaszolni egy tínédzserbe? Nekem ez is tetszik, ez olyan szép. Felszíre kerülnek a rejtett ösztönök, szabályozni ebből kifolyólag nem feltétlenül lehetséges. Kicsit modoros a válasz, de jó. Tisztelt szakértő, tegnap lefeküdtem a saját húgommal. Védekeztünk meg minden. Bolond vagyok? Jó. Saját húgával. Kedves levélíró. A szakértőnek a húgával? Remélem be tudjátok szüntetni önszántatokból ezt a típusú kapcsolatot. Ha nem, akkor felnőtt segítséget kell kérnetek. Írja valaki. Ha. Erre a bűnös viszonyra. Tisztelt szakértőm, ez már egy másik kérdés. Mostanában több műszálas boxer alsó... Lefeküdtem a bátyámmal, védekeztük meg minden. Megpróbáltam válogatni. Mostanában több műszálas boxer alsót vásároltam. Ez jelenthet problémát? A műszálas boxer? Na, itt hát mire a papu gondol? Boxer az jó. Hát kidörzsöli. A rossz a varázs, ujjjjjjj. Az nem jó. Szakértő mit mondott rá? Kényelmetlen lehet a műszálas alsóban, a kelleténi jobban izzadsz. Aha. Írja mi valaki. Mindannyian pamut alsót hordunk itt bent. Egy kis lazaságot elvárnék egyébként a szakértőktől. Nem annyira, abszolút nem lazák. Érde. 13 éves kisfiú kérdése. 13 éves fiú vagyok. Nagyon kétségbe vagyok esve. Szörnyű az, ami velem történik. Rengeteget csúfolnak az osztálytársaim a péniszem mérete miatt. 18. A kis faltörő. Passzív állapotban. A kis marsalabot. 18 cm. Azt szeretném kérdezni, hogy a lányok engedni fogják, hogy bennük legyen a péniszem? Hát. Szakértőnk válasza. Kedves levélíró, biztosan nem minden lány. Milyen megmutatja? De lesz, aki igen. Aki rádrúgja az ajtót, öcsén. Hallod? De lesz, aki igen? Ó, de jó lesz, aki igen. Változnak az idők, fordulnak a szerek, kiskomár. Csak idő kérdése. Akik ma kiröhögnek, azok térden állva fognak kiválni pár év múlva. De hol látják ők? Tehát effektív a kérdés érdekes. 13 évesen ez egy ilyen teljesen dolog. Jön a Józsi a 12-es, ott van a Béla a 16-os, Öcsike a 21-es. Tehát mi azért ezt így nem tudtuk egymásról általános iskolában. Mert most már olyan a tornaterem, hogy le tudnak tusolni utána, tudod? Ja, és ott a kis faltörő megérkezett. Előbb bejön a faltörő, majd egy negyed óra múlva gazdáj. Gondold ebből egyébként, mennyire traumatikus élmény. Így 13 évesen ezzel csúfolnak. Hát azért az egyébként komoly dolgokat okozhat később. Egy szegény. Jó tanács, ne a papi pályát válasz, van egy másik műfaj, amiben a csúcsra érhetsz. Szenzációs. Tisztelt szakértő. Tisztelt szakértő. Én egy 17 éves fiú vagyok. Szerintem elég jól nézek ki. Kedves is vagyok, de a lányok nem nagyon találnak meg. De már nagyon szeretném elveszíteni a szüzességemet, és arra gondoltam, hogy egy prostituálhoz fordulok. Egy olyanra gondoltam, akiről tudom, mivel egy haverom járt már nála, hogy rendes és normális. Egy haverom édesanyja. Mivel a haverom utárjáról van szó. Hogy rendes és normális. Az árát még ki is tudnám gazdálkodni. Egy kicsit mégis aggaszt, hogy ez később... Amelyiben dolgozom nyáron. Félre tudom tenni a bónuszból. Kicsit mégis aggaszt, ez a későbbi életemre lesz-e valamilyen befolyással? Önnek mi a véleménye? Mit kéne tennem?
Maga volt már prostiba? Mennyit keres? Maga is ki tudnál gazdálkodni? Két igen. Szakértő úr válaszolj. A válasz. Kedves levélíró, mennyi, aztán adjál neki. Igen. Mennyi, aztán lásd el a baját a vendégem, vagy... Nem, leírj egy kedves levélíró, ha valóban olyan hölgyel kerülsz kapcsolatba, ki rendes és normális, akkor nem gondolom, hogy komolyabb kihatással lenne az együttlét a későbbi szexuális életedre, ugyanakkor érdemes átgondolni, hogy nem a későbbi szerelmeddel szeretnéd átélni ezt az élményt. De milyen helyesek, hogy mindig a romantikus mederbe próbálják igen, azért visszaterelni, hogy legyen szerelmes, úgy legyen az első. Hát minden, amit a szülő megpróbál átadni a gyereknek. Hát ezt azt... hogy utáltuk annak idején, hogy majd, ha szerelmes leszel, akkor csinál, tudod. Hogy? Már majd lesz olyan is. Putairat, ha a francia alap az árban, akkor kérlek, dobd át nekem is. Aszám. Hát és még van egy-kettő, amit sajnos nem tudok beolvasni. Igen. Sok benne az idegen szó. Nem, hát az már egy picit durvább lenne, tehát az már ilyen 18-as. Szóval, hogy valóban ez lehet a jelenlegi helyzet a kamaszoknál. Ennyire nagy a tudatlanság és a sötétség, hát, szerintetek? Figyelj, hogyha emlékeztek... Ez dermesztő. Ha emlékeztek ezekre a rovatokra, amit Feri is mondta, hogy egy ifjúsági magazinban annak idején, meg ugye te is mondtad a Bravót is, tökéletesen igazatlan, ugyanez volt. De azt szerintem a Bravót azt biztosan szerkesztők írták. Tehát az a... önmagukat szórakoztatni. Önmagukat szórakoztatni. Igen, önmagukat mindenki más is, mert azért voltak. Hát igen, ez nyilván a szülő feladata lenne, meg a tanár feladata, hogy azért erről beszélgessen. De hát mégis szerintem ott van a nagy hiba, hogy mind a szülők, mind a tanárok erre sokat várnak. Tehát 12-13 évesen ezek a gyerekek nagyjából mindent tudnak. Szóval az óviba, iskolába elcsatlan az első de csók. Látod, hogy nem. De valójában részletesen közben nem. Persze. Hát meg az a fura benne, hogy ezeket a kérdéseket nem a szüleiknek teszik. Tehát, hogy ebből látszik, hogy azért ott hiányzik a kommunikáció, mert a szülők nyilván elmondanák. Most nem tudom, hogy ennek az az oka, hogy a szülők passzívak ebben a dologban, vagy ők kezelik szemérmesen ezt a kérdést, vagy pedig a gyerekek bátortalanok, de az biztos, hogy nem alakult ki köztük egy olyan szintű bizalom, ami ehhez kellene. Ezért nálunk sem volt, emberhez. Majd mi leültetjük a gyerekünket. Nekem engem se ültettek le, szerintem titeket se ültettek le, és szerintem a legtöbb szülő nem ültet. Nincs ez a nagy gyere most akkor, vagy beszélgessünk. És te inkább a barátodhoz, vagy a barátnődhöz mentél, és oldottad meg ezt már akkor, mint hogy elmond édesanyádnak, hogy mi történt, vagy hát mi nem történt. Hát neked ott volt a plébános úr. Minden. Hát. Tényleg csak le, Balázs. Azt mondta, hogy ha boldoggá teszem, akkor megkapom ezt a kulcstartót, itt nézd. Még megvan. Meg tudom mutatni. Úgy vigyázok. Azóta is vigyázok rá. Biztos, hogy ostya adjám. Igen. Atyám, ez egy nagyon-nagy ostya, tedd a szádba és maradj csöndbe. Igen. Most pedig így áll rá egy kortyú. Szóval, igen, hát nekem ott volt a plébános, de azért nem mindenkinek van ott a plébános. Nekünk ott a harmadik keletben volt egy jó plébános. De ez egy folyamat kéne, hogy legyen, de ezt már annyiszor átbeszéltük, hogy ahhoz, hogy mondjuk 13, 15, 17 évesen a gyerek hozzád őszinte legyen, azt most kell elkezdeni 2 évesen, 3 évesen, 4 évesen, hogy amikor, és mindenről kell vele beszélni, és akkor valószínűleg hozzád fog menni. Ha ez a kapcsolat nem alakult ki, akkor persze, hogy a barátaihoz megy, meg a neten megnézi. És hova jut, hát XX. Hát bizony, megültessétek le, és nézzétek a gyerekkel együtt a Két pasi meg egy kicsi csim című sorozatot, nagyon szórakoztató, és gyakorlatilag olyan, mint egy szexuális felvilágosítás. De gondold el, mekkora trauma egyébként ez a tinédzserkor, hát nekünk is mekkora trauma volt, hogy bejössze a csajoknak, hogy nősze még, hogy, most nem úgy értem, hogy ezen a területen azóta is maradtak kiágyasságok, hogy már ő már nagyon szőrös, ő izmosabb, te nem szőrösöd. Tehát egyébként mennyi minden van, amivel tinédzserként neked szembe kell nézni, hogy ő jobban néz ki rád, nem mennek a csajok, te büdöset izzadsz, ő nem izzad, őt jobban szeretik a csajok. Mi az, amit látsz? Nem? Szóval, hogy egyébként tök sok trauma van. Nem tudom, hogy a csajoknak is ennyi mindent át kell élni, de nyilván nekik is. Persze. És nagyon kicsi a mell, nagy a mell. Azért csesztetik, mert nagy a mell. Azért, mert nincs melle. A gyerekek tudnak gonoszak lenni. Szóval, hogy azért az a pubertás, az egy baromi nehéz időszak. És ezt általában azért egyedül próbálod megoldani. Valódi szülői segítség nélkül nem mész oda, hogy édesanyám, hát pikkelyesedik-e majd a kis marsalbotól? Mikor ügyezek, édesanyám? Lehet-e számítani valamiféle kis ügyezéset? Nem mész oda ezeket. Mind egyedül kell megoldanod. Ez egy terhelt időszakám egyébként, nem?
Egyértelműen, hát főleg most így, hogyha így belegondolok, akkor nekem állandó problémát jelentett, ez meg nem nagyon értettem, hogy miért vannak olyan srácok az iskolában, ezért az általánosban is, meg a középiskolában is volt, de azért voltak még néhány, akik szintén nem értették ezt, akik miatt állandóan jetikutatók jöttek ki az iskolában, mert annyira szőrösek voltak. Miközben én meg azért visszafogottan burjánztam. De fiúk. És ez téged frusztrált, hogy mi velük van a baj, vagy veled van a baj? 13 évesen valaki borotválkozik. Érted? Tehát, hogy férfias meg minden, de hát azért... És a középiskolában is volt ilyen. Tudom, nekem is az a nyolcadikos osztálytársaim már borotválkoztak, és rosszul voltam az irigységtől, és nem értettem, hogy ez rajtam miért nincsen semmi, miért vagyok még mindig... De csak húzogat, volt szőr is, vagy csak... Semmi, én is úgy meghúzogattam párszor, de hát nem. Azt is. Nem történt igazából semmi, szóval hogy ez egy nagyon traumatikus... élmények ezek tulajdonképpen. Középiskolában volt például egy Zsolt nevű srác, aki állandóan mindig ilyen piros bőrnyakkendőt hordott inkhez. És nekem meggyőződésem, hogy ezt azért tette, hogy nehogy a szőr előtörjön a dekoltázsából és belepje a fejét. Tehát, hogy ő is olyan durván érett volt ilyen szempontból, hogy ez valami hihetetlen. És mondom, általános iskolában is. Tehát, hogy azért mondjuk szerintem inkább egy idő után már átok, mint áldás az, hogy az embernek naponta kétszer kell borotválkozni azért, hogy lássák az arcát. Hát igen, de az is kemény. Ha, főleg, hol töltek volt? Kamaszpanasz tulajdonosa vagyok. Na. Igen? Hívjanak. Milyen hivatalos? Hát figyelj, ez így az oldalon így meg. Van kérdésetek a szakértőhöz? Nem biztos, hogy ő válaszol, ő csak tulajdonos. Nem, doktor egyébként. A lehet, hogy 11 éves lányom bizonyíték erejű, tehát, hogy már többé-kevésbé mindennel tisztában vagyok, de nagyon szépen köszönjük azt a cikket, aminek a kapcsán Balázs fölkeveredett az oldalra, ezt megtaláltam az infotárban, top 10 étel a hajad egészségét. Látod, milyen messze jut az ember? Pedig csak egy jó avokádó receptet akartam, és eljutott a haj egészség, onnan pedig a kamaszpanasz. Kamaszpanasz.hu az. Na jól van. Oké. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Drog, prostitúció, promiszkuitás, hiha alakul a műsor. Richel jó. Azért beszélünk erről ilyen nyíltan egyébként, mert hogy még megtehetjük. Gyerekek nagy része táborban alszik, nagymamánál. Ezt nem mindegy szeretve. Igen, de hogy nyilván szeptemberben erről már inkább 8 óra után beszélnénk, most azért kevesebben hallgatnak. A legtöbben most éppen levelet gépelnek a kamaszpanasz.hu-nak. Nem tudnak minket figyelni. Igen. Bali, ki kell ábrándítsalak, tényleg ennyire tudatlanok. Hallottam olyat, hogy például a néger baba, amikor megszületik, akkor 5 napig fehér a bőre, és komolyan mondta egy 18 éves fiú, írja Ani. Igen. Kedves szerkesztőség, lehet egy jégcsaptól gyerek? Válasz? Válasz? Igen, kislányom, és hóembert fog szülni. A mai generáció szüzességét hamarabb veszti el, mint a tejfogát. Így a Twig. Kis túlzással egyébként igen, szerintem pontosan ezért van egy nagy adag szülői meg tanári lemaradás, mert mire tényleg mi ezt elindítjuk, addigra már bőven tudnak minden. Ezért kell sokat beszélgetni a gyerekkel. Na mi van? Trécseltünk megint? Nem vette fel. Itt volt már kapcsolt az Anna, most meg kell védjem. Tényleg. Persze. Mit mondtál, Jani? Nem hallottam. Hogy? Mit mondtál? Hát ezért kell sokat beszélgetni a gyerekkel tényleg, hogy tanuljunk tőle. Minél többet. Hát. A mai világról. Miről beszélgettek Annáé? És képzeld, ennek a bal mellem mindig egy kicsit kis. Gyerekek, mi van? Lesz ma még játékos? Valakivel lesz. Vevők a boltban sírva nevetnek a kérdéseken, írja nekünk egy hallgató. Én a rabbimtól tanultam meg óbut. És neked mit van a Balázs kulcs tartója mellé? Igen. Halló, jó reggel! Hello! Hello! Halló! Halló, szia! Sziasztok! Halló! Hogy hívnak? Gergő? Gergő vagyok, Gyöngyösről. Gergő! Mi Gyöngyösről? Mi folyik ott? Mi folyik ott Gyöngyösen? Mi történik ott nálatok most Gyöngyösen? Hát semmi különös, most reggel ide. Igen? Na, mit eszel? Hát ilyen sült paprikát kolbásszal. Ez jól hangzik, Gergő. Jól hangzik. Ez jól. Mennyi idős vagy? Vörös borral. Igen? Vörös borssal, nem? Vörös borban sütve. Ja. Oh.
nem tudom eldönteni a hangod alapján, olyan fiatalos, de mégsem vagy gyermek. Hogy 25 éves vagyok. 25 éves vagy, Gergő. Igen. Egyedül laksz? Nem, szüleimmel. A szüleiddel. És mivel foglalkozol, Gergő? Távmunkába weblapot szerkesztesz. Weblapot szerkesztesz. Jól van, Gergő. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óben bácsi Berú néni, jó? Figyelj. Oké. Okay. Felvilágosul. Igen. Továbbképzés zajlik ott is, Óvenéknél, igen. A kisluk elhagyta őket egy pillanatra, és maradt. Egy régi archív felvétel a nászútjukról. Igen. A Dagobába. Figyelj, Gergő, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Na. Ó. Szörny. Na? Hát, még egyszer. Na, mutatjuk még egyszer. Na. A zenét kérted még egyszer, vagy az aláfestés? A zenét. Nincs meg? Hát, nincs. Nem is biztos, hogy meg lesz. Azért megmutatunk egy hosszabb részletet, mert úgy szoktuk. Kivettük a bögrét, figyelj. Jó, figyelj. Na, hát ez ennél többet nem tudom. Hát nem ugrik be. Nem? Mutatjuk az eredetit, figyelj! Nagyon jó kis énekesnő. Igen. Hát nem ugrik be. Gergő, sajnáljuk, nem tudunk adni ajándékcsomagot, de köszi, hogy játszottunk. Semmi baj, örülök én is, hogy játszhattam vele. Örülünk, vigyázz magadra, köszi. Oké. Okay. Hello. Szia, szép napot. Gergő, ciao. 8 óra múlt pontosan 2 perccel jövünk a hírek után. 8 óra múlt 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk egy kis Blink 182. De szép, így magyar film magyarul. Tegnapi sziget fellépő. A tegnapi ugye? Sziget fellépő, Blink 182, gyerekek. Jó kis zene. Ráadásul, ami a filmhez kapcsolódik, hát az is jó, ugye, az amerikai Pite, Stifler mamája, és hát egyáltalán az egész, nem tudom, hány rész volt belőle, az utolsó talán egy kicsit gyengébb volt, de... Nem, pont az utolsó volt. Igen, valamelyik egy kicsit gyengébb lett. Ja, nem tudom, melyik lett, amikor újra összehozzák őket, ez a 10 évvel később, ez a Reunion, amerikai Pite, amikor 10 évvel később találkoznak, és elmennek egy ilyen osztálytalálkozóra, az már talán nem olyan erős. Az de... első és az utolsó. Az igen. Szerintem az kifejezetten valamelyik, jó valamelyik gyengébb volt. A zenetáboros, azt szerintem az nagyon gyenge volt, de... De jó, minden esetre az egy jó kis vígjáték volt, amerikai Pite. Így van. Most állnak be mérni a 141-es kilométernél az M3-ason Budapest felé a rendőrei, ezt Roli küldte nekünk, valamint az 51-es főút rendőrök állnak az M8-as lehajtónál, ezt Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egy-két kérdés még a kamaszpanaszhoz. Tisztelt műsorvezetők, 24 éves fiú vagyok, szeptember 21-én születtem, és szűz vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám elveszíteni ezt a fajta szűzességet, haverjaim már mind bakok, halak vagy ikrek. Ez jó. Szellem. Balázs bácsi, azt szeretném kérdezni, hogy mikor fog pejhezni a pöpi, mert a nuni már ungyungabunga. Nekünk az iskolában mondták el, a papbácsi, a doktorbácsi, meg az igazgatóbácsi. A papbácsi elmondta, hogy miért nem lehet. A doki bácsi elmondta, hogy nem lehet. Az igazgatóbácsi meg elmondta, hogy hol nem lehet. De szép. Igen. Jó. Andrásnak köszönjük, hogy írt nekünk. Maga kamaszban az oldal tulajdonosa, átbeszéltük, nem nagyon akarunk már vele kapcsolatban tőle mit kérdezni, megbeszéltük a legtöbb dolgot. Beszéltem, kedvet csináltunk az oldalhoz sokaknak. Úgyhogy. Igen, csak ne fárasszátok kamu kérdéssel a szerkesztőt. Nem, hagyjátok őket dolgozni. Igen. Nem lehet, jó, de ugyanakkor meg azért nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint például én, aki gyakorlatilag mindent, amit tud, a szippantósoktól tanulta. Őszinte volt. Rohadt nagy volt, ugye? Az emésztőnk, volt sok idő, beszélgett, mindig a térdőt ültett. Nagyon gyere ide. Gyere, ha mondtam, Lajos bácsi. Odaültem, és ő mindent elmondott nekem az életről. Figyelj, ne haragudj, hogy megkérdezem. Na. De mi az az undorító? Egy falatot? Ne.
Tényleg. Figyeljetek, a Balázs előtt van egy zöld üvegtál. Azt behoztad, vagy kijött belőled? Ez mi? Ez ne egyél előttünk ilyeneket. Még a Jani is elborzadva nézi. Mi ez? Zab. Aha. Kockacukrot is elfogadt? Nem, de aztán lügessünk valamit. Nem, de a felnyergeltek, szívesen kimegyek veletek. Csak tegyetek futószára, mert nagyon pajkos vagyok. Ellovagolok. Kimegyek terepre. Gyerekek, ez zab. De hát... De miért? Kedd van, nem csütörtök. Nem kell itt eljátszanod, de ahogy azért, mert... A reform... Csak ide. Mert nem tudjátok, hogy mit tud. Mit tud ez a zab? Mit tud ez a zab? Mindent egyébként. Ebben tényleg konkrét zabszemek vannak. Ez zabkás, sajnos kicsit csalódnom kellett önmagamban, abból a szempontból, illetve kicsit bennetek is, mert kintottam a hűtőt, és nem találtam benne normális tejet, csak sima tejet. Most a normális tejet úgy értem, hogy nem állati eredetű, tehát bármi, ami növényi eredetű, így egy kis állati eredetű tejjel kellett felönteni. Uh-huh. Ennek nem annyira örültem. Nem tudtuk reggel megfejni a mandulafát a kedvedén. Befelé jövett. Igazán itt felmászhattál volna a kókuszfára, és leszedhettél volna némi kis kókusztejet. Szóval egy pici tejben öntöm föl a zabot. Uh-huh. Hagyd legyek Gábor. Ő bűnöztem egy kicsit ma reggel. Némi kicsi zabkását pirítottam magamnak. Némi mandulamaggal szórtam meg a tetejét, és sárga barack velővel, és egy pici kis kardamonnal ízesítettem. Figyeljetek! Zab tejjel Balázs leszeptje következik. Nem lesz hosszú, de azért írjátok fel. Legalább két sor. Tedd fel a Facebookra, igen? Laci. A táplálkozás tudományi szakemberek elmondják, hogy az egyik legjobb és a legösszetettebb energiaforrásunk a zab. Tehát, ha gyereknek akarod adni, nagyon jó, tele van vitaminnal, ásványi anyaggal, B-vitamin, kalcium, magnézium, eszenciális zsírsavakkal. Kész is van, ne! Zabálj! Zabálj! Gyerekek, 10 dl a zabot, ha megeszel minden nap, az egészség megőrzéséhez hozzájárul, leviszi a koleszterin szintet, a szív- és koszorúér betegségeket megerőzi, tisztítja ezeket a plakkokat, amik lerakódnak az érfalakra. A gyereknek hihetetlen energiaforrás, nem viszi fel a cukrot az égbe, lassan szívódik föl, szépen egyenletesen szívódik föl, rengeteg energiád lesz, rengeteg vitamin van benne, nagyon sokoldalú és nagyon tápláló. A vízkövet és a krómot is nagyon jól tisztítja. Kicsit már ilyen MV-es a sztori, nem? Ez a zab. Nem, tényleg, ugye most a gyereknek mit csinálsz? Csinálsz egy tejbegrízt, reggel azt reggelizni. Most ugyanúgy beáztatod a zabot egy kis tejjel, egy kis fahéjat teszel hozzá, csinálsz egy zabkását a gyereknek, nem lövöd szét a vércukor szintjét, nem lesz a gyerek figyelemzavaros, tele lesz energiával, rengeteg vitamin, ásványanyag, ahogy mondtam, csomó minden van benne. Ez felszívódik, egészséges, tele leszel energiával. Már mondta, viszont tovább fő. Tovább fő, mint a gríz. Nem kell, megpiríthatod kicsit, igen, de nem kell, be is áztathatod. De lehet egy kicsit fölforrolni is. Berakod a zabot egy kis tejbe, átforralod, egyszer már meg is puhul. Fantasztikus lehet. Hát figyelj, ez még egyszer úgy reggeliznek nálatok. Hangulatjavító. Éhesek vagyunk, enni akarunk, itt ülne Benítén. Éhesek vagyunk, és Balázs jön a kis kendőjét. Itt a kis zabkását, fiúkás. Elmondom, hogy az abban van egy úgynevezett pszichotróp anyag, ami tulajdonképpen hangulatjavító anyagnak felel meg. Ez egy antidepresszáns, ha te zabot eszel, akkor egyébként jó hangulatú vitaminnak is hívják a zabot. Mert zabot sose leszel. Sose leszel zabot. A szerotonin termelést fokozza. Tehát például te kicsit depressziós vagy rossz kedvű vagy, zabot eszel reggelente, az egy olyan dolgot termel a szervezetedben, a boldogsághormon szerotonin, ami egyébként te attól kiegyensúlyozottabbnak, hogy jobban vagy boldogabban érzed magad, ezt kevesen tudják a zabról. Tehát nagyon speciális kaja. Hol a zabkását eszek reggelire? Megnézzük. Én is. Mert egyes számára első személy ikes, igen, emrag. Neked nem azok. Szóval hihetetlenül jó. Na, de majd erről a Gábort megkérdezzük. Nem rossz, most tényleg úgy néztek rá, mintha valami elgondolító dolgot tennék. Csak melósabb, mint a gríz. Azért nem szeretem, mert tovább fő. De nem kell megfőzni. Ha hagyod egy kicsit ázni, akkor ugyanúgy fölpulli és kiázik belőle minden, ami fontos. Tessék? Utálom nyersen. Nem jó, nincs jó íze. De hogy 10 perc alatt belepuhul, persze. Látod, hogy milyen gyorsan megette Balázs is, hogy ne kelljen nézni. De ő mindegy gyorsan megeszik, hát most neki mindegy. Jó, gyerekek, zabáljátok a tejbegrízt. Hát most mit csinálják veletek? Egyei batyut. Egyéb batyut, aztán lesz, ami lesz. Abból baj nem lehet, érted? Én zabot eszem, de te még nem vagyok a ló. De bölcs. Attól még nem vagyok ló. Ha már ez a felmérések reggele. Egy internetes portál elkészítette a magyar borra való térképét, online térképét, és megpróbálta egy közölemi kutatás keretein belül
megtudni, hogy mennyire szeretnek a magyarok borra valót adni. Ki az, aki szeret, ki az, aki ad, ki az, aki nem ad, ki az, aki szerint egy kis mosolyért jár, ki az, aki szerint akkor is jár, ha a mosoly nincs, de a kaja jó. Szerintem erre mindenki más gondol, és egy baromi hülye rendszer úgy, ahogy van, az egész egy gyűlölöm egyébként. De miért? Tényleg. Tessék? Miért gyűlölöm? Hát tök jó szerintem. Mert baromi szubjektív, mert rengeteg minden múlik azon, hogy adod, nem adod, jó kedved van, hogy szólnak rád, milyen a kaja, van-e kedved ad, nincs kedved. Valami egyszerűbb rendszert ki lehetne dolgozni. Egyébként erre az egész borra való kérdése. De kiderült egyébként, hogy a magyarok szeretik a borra való intézményt. Tehát, hogy egy jó dolognak tartják, elfogadják és megszokták. Ez 13 ezer ember részvételével készült ez a kis felmérés. És... Hát papíron lehet, hogy szeretik, a pincéreim nem ezt mondják, szegények. Hogy nem adnak nagyon. Hát nincs. Valószínűleg ez nyilván van egy gazdasági oka, de hogy ilyen eléggé kiszámolós a sztori mostanában. Hát vagy az elégedettség jele, ugye? Nem, az elégedett, mert visszajönnek, tehát ott teszik másnap is. Csak elnézést! Ne ez a tételit! 8600-ért nem vettünk semmit. Sál, vegák vagyunk. De nézzük meg azokat a pillanatokat, amikor az ember például nem szeret borravalót adni. Tessék, bemész egy étterembe, a kiszolgálás nem jó. De az étel kiváló. Például ettől nem mindig tudok szenvedni. Most akkor mit csináljuk? Hát akkor mondd azt, hogy azt 10%-ot, de ezt a szakásnak adtad, mert az jó volt. Azt igen. Igen, az így lehetne. Tehát például a kiszolgás nem jó. Nagyon tényleg, jó kérdés. A kaja jó, most akkor ott adjál, számolgatsz, undok volt, de jó volt a kaja. Ha nem adsz, akkor hogy néz rád? Az egész egy ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen kényszeredet. Én úgy szeretem, hogy külföldön ez egyébként nincsen. Tehát azt mondják, hogy ennyi a számla, ennyit adjál, ebbe benne van a pincér, ebbe benne van egy csomó minden. Bocsánat, van borra való? Nem mindenhol. De a 10%-ot rászámolják. Van, ahol felszámolják, van, ahol nem számolják föl. Van, ahol nem is ismerik a borra való intézményt. Nyilván, igen, ott úgy van az árképzés, hogy jó legyen mindenkinek. Ez azért érdekes a dolog, mert ugye csomó helyen úgy van, hogy a borravalót kapják meg a dolgozók. Aztán csomó helyen meg van, hogy nem kapják meg egyébként. Én nem tudom, nekem olyan ez a borravaló, hogy tudom, hogy jön a fizetés, és elindul egy ilyen szűkölés. És attól, hogy elindul egy ilyen szűkölés, ettől az embernek a komfort érzete, vagy ki ad bele, mennyit ad bele. Aki most te szűkölsz, a fizet, aki fizet. Nem, vagy... tudod, hogy ő most elvárja azt, hogy te adjál. Mondjuk te megtennéd, hogy nem adsz. Akkor az abba ő belenéz, látja, hogy nem adtál, akkor még van egy ilyen kis összenézés. Tehát az egész valahogy szerintem ilyen. Igen, ez megnyugtató, hogyha látod, hogy benne van a szervizdíj. Én jobban szeretem. Ugyanakkor, ha benne van a szervizdíj, akkor meg kikéred magadnak a rossz akai és rossz a kiszolgás, hogy mi alapján menne. Tehát, mi hát a jó? Igen, érdekes. Mi a jó? Nekem most ez nagyon tetszett ez a felvetés, hogy ugye, hogyha rossz az étel, és a kiszolgálás ezzel szemben nagyon jó. Vagy pont fordítva. Na most én soha nem adom a borravalót, hogy milyen volt az étel. Hanem csak a kiszolgálás? Csak és kizárólag csak a kiszolgálásnak szól. Udvarias, a kerőzékenyek, jó fejek, nem ő a szakács, ugyanis. Tehát, hogy nem a szakácsnak küldöm a borravalót, nekem az tetszik, az szimpatikus, hogy a pincér ember számba vesz, nem lelöki oda az ételt elé. Figyelmes, leszedi gyorsan az asztalt, udvarias, ajánl bizonyos ételeket, próbál meg konstruktív lenni, tehát, hogyha valamelyik étel velünk, azért ez elég gyakran előfordul, mert hogy ugye vegák vagyunk, hogy vannak bizonyos ételek, amik nem fekszenek, ugyanakkor meg a köret, meg a különböző kis dolgok adott esetben meg nagyon fekszenek. És akkor azt mondom, hogy köszönöm, a húst nem kérem, viszont a köretet kikérném külön, de találtam itt valamit. De jobb lenne az a rendszer, hogy automatikusan benne van, az nem jó, ne tegy. Én azt például nem, azért nem szeretem, mert ott ne dönts el, hogy én akarok-e adni, vagy nem akarok adni, nem? Tehát ő automatikusan beleteszi, akkor nincs motiválva, hogy normálisan szolgáljon ki, hogy udvarjas legyen, mert tudja, hogy is plusz 10%-ot felszámolunk, azzal is lehúzzuk a vendéget. Tehát az se egy jó megoldás, ahol automatikusan, mert nem tudom, milyen jó megoldás. Akkor adjál csak, ha a pincér jó szerepel. Ennyi. Ha jó az étel, akkor fizest ki, mert az benne van a szakásnak a pénze, és ne adj, hogyha a pincér nem úgy szerepelt, ahogy te azt elvárod. Nem volt kedves, nem ajánlott dolgokat akármi. Ha mégis ilyen, akkor adjál 10%-ot. Benzinkúton például ott hagytok 50 vagy 100 forintot? 200 forintot, mit tudom én, a számla 5380, akkor visszakérsz 120-at, 100-at kérsz vissza, ott hagyod a 120-at, milyenek vagytok benzinkúton? 5800-ra. Nem, a 3000, mit tudom én, 3380 a számla, akkor mit kérsz? 3400-ből, 3500-ből? 5-ből legalább. Figyeljétek, a műsor igen? miatt, emiatt a műsor miatt tőlem már sokszor nem fogadnak el borravalót, sőt jelzik, hogy melyik füzetet kell megvásárolnom ahhoz, hát, tudjuk, hogy olcsóban tudjak takarni. Nem fizetek, de tényleg így történik. Tedd el ezt a 20 forintot. Hallgatjuk a műsort, ismerünk. Ne verd magad plusz kiadásba. 15 pontot kaptál, ne adjál 20 forint borravalót, mert már 5 mínuszba vagy. Ott,
hogy ad, vagy nem ad. Ott nincs semmi. Odaadta az újságot, ki beütötte 13-as kút, beütötte, ha mondjuk te tankoltál, akkor az mitől függ? És például kinek adod? Jön az ember, megtankolja a kocsidat, de te bent fizetsz. Igen. Na, akkor visszafelé adsz 200 forintot az embernek. Adok. Én mindig adok. De a pult... Én a pultnál is hagyok mindig. Tehát én kényszeres borravaló adó vagyok. Igen. Igen, én a kényszeres borravaló adó vagyok. Ott is az udvariasság dominál. Tehát ugye nem a hanyas kút. Tehát ugye erre nem. Aha. De ha jó fej aranyosan kérdezik, akkor hanyas igen, kút akkor lesz? Még adott esetben akkor is lehúzhatom az ablakot, hogyha nem indokolt. Én a hundokatosat hagyok 20 forintot. Hát még akkor hát, nem tudom, hogy mennyi boldogságot akar. Nagyon! 20-as hát most ha mit tudom én annyi, de valamikor 100-as, tehát sokszor 20 forint, persze, hát most gondold el, ott átmegy rajta egy 100-200-300 ember, mindenki csak akar 20 forintot, hát azért az naponta azt kiszámolod, az nem rossz. Igen. Tehát ez havi szinten azért abból elég sok jön, elég sok jön össze. Én azt szeretem, amikor nem fogadják el. Na, hogy nem fogadja el? Hát van ilyen, hogy azt mondom, hogy akkor mit tudom én, 1500-ből kérek szépen, na, és maximum megkibe. És visszaadja. És konkrétan megaláz vele, visszaadja. Azt mondja, tudod így. És akkor mondtam, hogy 1500-ből. És tudod így, na jó van. Tehát, hogy ilyen kellemetlen. Miért nem fogadsz el az 5 forintot? Igen, nem az 5 forintot. A rohadt életben, hát milyen világ ez, már az ember nem adhat 5 forintot. 60-80 forint, és akkor tudod, így visszaadj be. De miért adja vissza? Benzinkot, hogy hol? Igen. Visszaadja. Igen, mindig elteszik, hát ők imádják a borravalót. Abból élnek konkrétan. Kevés, amit hagysz vissza. 60-80, az a jó borravalónak számít. Hát ha 10%-ot veszed, akkor egy 20 000-es tankolásnál 2000-es tankolásnál. De hogy is, a benzinkútnak nincs közel 10%-ot az évben. Hát hogy meg egy forgalmas benzinkútnál érted, most már mi a 2000-es? Azért a 2000 borravalót hagysz, nagyon jó arc vagy, akkor nyitom egy benzinkút, gyere már hozzánk. Gyere már hozzánk tankolni. 10-80 forint, ez 800, és akkor az csak abban az 5 percben történt, amikor te ott voltál. Tehát egy ilyen alá-fölé rendelt viszony, ő várja, te nem tudod, te adnál, nem ad, elvárja, úgy fizetik, megsértőd. Az egész egy ilyen hülye rendszer egyébként, most nem? Figyelj, most tankoltál egyet, és ott 80 forintot, 100-at, akkor miért nem nyugodt a lelkiismeret? De egyébként az jó. Persze. Ha ezért most ezen megsértődik, az már az ő baja. Ezért nekem nagyon tetszik az a rendszer, egy csomó kávézóban láttam már, hogy ugye külön oda van téve egy ilyen kis urnaszerűség, és akkor rá van írva, hogy köszönjük szépen a dolgozók nevében, oda van rakva, és amikor ő nem veszi el ugye a borravalót, nem is fogadja el, hanem te szépen fogod, ezt beledobod az aprót. Amennyit gondolsz. Na, tényleg övék a borravaló, vagy le kell adni a borravalót szerinted? A helye válogatja. Tehát például egy pincéri valóban, vagy szétdobják a személyzet között, vagy azt mondja a tulaj, gyerekek, hát szépen akkor ide a borravalót. És vagy például egy benzinkúton, ahol tudjuk, hogy mondjuk egy harmad fizetés, kétharmad borravaló, vagy fele-fele, ott még valószínűleg begyűjtik a borravalót is? Hát azt nem. Nem? Azt meghagyják neki? Ott nem tudod nagyon, mert most mész kifelé, és a tankoló embernek odaadsz 200 forintot. Nem tudod, hogy mennyi jött össze. Igen. Uh-huh. Na ez is érdekes például, hogy aki kint van, az a bentiek borravalójából kap, vajon? Tehát, ez, hogy van egy olyan rendszer kérdés, ez van, ahol közös. Ez éttermekben sokszor közös. Tehát ott megköszönik, bedobják egy közösbe, és a végén szétdobják. Szerintem aki tankol, az az övé. A kasszásé meg a kasszásé. Tehát én a benzinkutat így tudom elképzelni. Én például ez a csomag felvivéset, ezzel se tudok mit kezdeni. Hát ha most nem kell például fizetni a csomagért, ugye van már, amit átutaltál előtte pénzt, akkor most odaadsz neki két. Nem arra gondolok, amikor szállodában, mint a valóban megérkezel, megyünk, klassznyár valóban megérkezel, és jön a londiner, ki kapja a kezedből, és tiről föl tudod, rácsap a csomagodra. Mi sose adjuk oda a Janival. Mire kettőt, de nem, hát, általában újra, mire kettőt mozdulok, tudod már. Mi mindig gondol a srác, mindig gondolsz, miért nősültem? Ha, fog meg. Anya. De nincs nektek sokszor ez a szállodában toporgás? Leteszi a csomagot, még egy kicsit jó helyre tettem. Tudok még valami segíteni? Nem, köszönöm. Megtalálták a törölközőket? Igen, köszönjük. Papucsok is megvan. Tudod, és így ott állsz, hülye rájössz, hogy nincs apród, attól is befeszülök, és akkor gyorsan megpróbálsz valamit adni. Mennyit? Például annak ad, én nem adok egy csomószor, szemét vagyok. Aha. Igen? Ne, vegyél két kólát a minibárból is adod. Hagyjam oda vízforralót. Én föl tudom vinni a csomagomat, de van a túlvezérelt londiner, aki kikapja a kezedből, ráugrik egy tigrisugrással, feltépi a liftet, és felrohan vele. Úgyhogy azért csinálja. Igen. Azért az 500-asért, amit te nem adsz oda. És akkor van az a... Tessék? Külföldön se adsz? Egy nagyon banális oka van, általában nincs úgy aprom, hogy tudjak neki adni. És akkor mit mondt, hülyén állsz? Nem. Hát, I don't know, sorry. És így kilököd. És kilököd, és bezárod az ajtót. Londinernek például ritkán. De utána mindig egy kicsit lelkiismeret furdalásom van.
Jó, de te csomagjaidat mindig a szállodaigazgató viszi fel. Jaj. Igen, úgyhogy még néhányszor fenékbe rúgok. Megmondtam már, hogy nem utazt a bőröd. Ti adtok a londinernek? Persze. Mindig van ez a szemezős szakasz, amikor ez legyen külön téma. Szívesen szemezek a londinereken. Nem tudod, amikor letette a csomagot, és most van az a pont, hogy most eldől, hogy adsz vagy nem adsz. És egy pár másodpercig így nézitek egymást, az megvan? És ő is néz, te is nézed. És már mennek ide, még nem indul el, te már csinálnál maradsz valami más, és egy pillanatra ott nézitek egymást. Nem? De. Te például adsz? Vagy adok. Igen? Adok. Mi, te kiengeded a kezedből a csomagot? Hagyod, hogy más vigye föl, tényleg én rólad, ezt azt hittem, hogy te cipelsz mindent. Az a, igen, ez a fura, hogy néha többet már viszek föl, mint a londiner, de mindig szoktam adni. És ha nincs hogy nálad? Hogy elég szemfeles, ha még talál valamit, amit fel tud hozni. És ha nincs nálad? Ha nincs nálam? Vagy nincs apród, akkor bár akkor leviszem a hátamon, hogy kompenzálja. Nem, van, hát nyilván ilyenkor azért szokott lenni valamennyi apró. Zöldséges pék, tessék. Bennem ott is egy ilyen hülye kényszer van, hogy sosem kérem vissza a maradékot. Soha. Mondom, egy ilyen kényszeres borraval a dolgok, kívül a londinert, mert az nekem nem megy. De például a zöldséges pék, soha. Naponta az ember nem adsz? Ne. Visszakész 15 forintot a zöldséges? Ha veszel egy pólót a boltba, akkor is ott fegyed. A boltba nem. Boltba nem. De zöldséges pék, ott mindig. Tehát nekem vannak helyek, ahol nagyon, vannak helyek, ahol egyáltalán nem. És bemegyek és veszek egy pólót 3000 forintért, nem adod, nem 3500-ből kérek. Például azoknak sose adom. Na de a zöldségesnél, hogy nyilvánul meg az előzékenység? Halász, neked nem a rohadtból adok, jó? Nem. Hát nem úgy, hát azt mondja, hogy 3750, és azt mondod, hogy 4-ből kérsz. Tehát ez nem egy borravalós szakma. Tehát, hogy ez egy fura. Tehát, hülye vagyok, hogy én adok? Hát... Nem hülye, csak fura. Igen, ravaszul elrejtett a választ nekem... a kérdésem. Azt mondja nekem, hogy 3910, és nekem ciki visszakérni azt. Tehát én azért is adok sokszor, mert azt gondolom, hogy ne gondolja rólam, hogy én most ezt a 90 forintot tényleg vissza akarom kérni, mert egyébként nem akarom. Aha. Érted? Te visszakéred? Nem, én a piacon neki? Nem szoktam visszakérni például. Piacon ott hagyom. Mondjuk mamzinál vásárolsz, aki tudod, hogy otthon a kis kertjében a paradicsomot termeszt, és akkor az igen, de például ugye a zöldsége, hát franc tudja, ezt nem. Mert Feri lehet, hogy megvezet. Jaj, Feri, téma, idén elvitt mindent a krumplibog, és elmész, hogy ezt is bebőrözte. Úristen, gyerekek, én most gyorsan lefutottam, hogy én egy hónapban mennyi pénzt hagyok ott, nekem ebből vissza kell vennem. Figyelj. Járok zöldségeshez, járok pékhez, megvannak a kis helyemen a kedvenc. Most fognak írni egy pár, nem a francot elhozni az üzletüket, Jani. Hülye, hogy minden nap itt vásárol, lehúzzuk, ahogy tudjuk, hallod. Én nagyon sok ilyen adok. Zöldséges pék, hát nem tudom, ez így. Visszakérsz 30 forintot, ha mondjuk egy péknél fizetsz 600 forintot. De alapból. Tehát, hogy ő nem fogod kivárni. Na, de kicsit számít rá, hogy ott hagyd azt a 30 forintot, nem? Pékségben szerintem nem. Tehát azt tudod, hogy 250 forintot. Nagyon kell gondolnom. Ne, te csak adogassa nyugodtan, adogassa csak. De nem ez a hülye Balek vagyok, aki szórja, hanem... Nem tudod... Kicsit igen, most úgy hallatszom. De, kicsit, de. Zoli, ha legközelebben vagyok nálatok, és úgy gondoljátok, szóljatok nyugodtan, jó, és akkor ott hagyom azt a 30, vagy bocs, csak üzentem a béketét. Jó, tényleg írjanak nekünk zöldségesek, pizzafutárok, kutasok, hogy mi a legnagyobb iat, mi a legkisebb iat, mikor csalódottak, elvárják-e egyáltalán, segítsetek nekünk borravalót adóknak, hogy egyáltalán mi a jó. Nyilván szerintem egyébként sokan elvárják. Csalódottak-e nagyon, ha nem kapnak semmit, mely szakmák élnek valójában tényleg a borravalóból, vagy mondjuk egy sima, gyors ilyen pékségláncnál a borravalót például megtarthatják-e? Ha nem, én soha többet nem adok. Vagy a zöldségesnél. Ja, nem, tehát tudod, hogyha nem neki megy, akkor nem adsz. Most tényleg nem akarjuk emberek kenyerét elvedni ezzel, hogy soha többet ne adjál nekik. De rájöttem, hogy ti csináljátok jól. De vannak bizonyos helyek, ahol nem, de vannak helyek, ahol meg egyértelműen. De tényleg most legközelebb egyébként az lesz, hogy bármikor bemegyük az Almahegyi pihenőre, megyünk lefelé a Balcsira, és az lesz, hogy sziasztok, elvárjuk. Sziasztok, örülünk. Még a kúta speciális, ott kifejezetten örülnek. Miért közölheti, hogy az övé, vagy a főnök elteszi? Az tök korrekt lenne, nem? Nehogy, mert nem az enyém. Az korrekt, igen. Fél 9 pontosan 6 perccel, SMS számunk ugyanaz, mindig 06. 745 0000, jövünk a hírek után. 3-9 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy közlekedési hírünk. Atya Isten, mennyi SMS, miszerint a 22. kerület Nagytétényi úton a Sajgyár után befelé a hatos úti aluljárónál mérnek a rendőrök. Kis Joe küldte nekünk. Mi pedig a borravalóról beszélgetünk. Ez egy érdekes téma. Nagyon sokan adnak, nagyon sokan nem adnak, nagyon sokan elvárják. Rengetegen dolgoznak olyan helyen, ahol egyébként
a fizetésük fele a boravalóból jön össze, valaki mégse ad. Szerintem abszolút megosztja a hallgatóinkat, mint ahogy kiderül az SMS-ből. Nekem egyébként a legnagyobb bajom ezzel a boravalóval kicsit olyan, mint a paraszolvencia, tudod, ez a félelempénz, hogy úgy adod, tehát néhány ember kap. De utólag adod a borravalót. Utólag adod a borravalót, de mi van azokkal, akik például a szállodánál becsekkolnak? Mi van, akik kicsekkolnak? Mi van, akik kitakarítanak utánad? Mi van egy csomó olyan helyen, ahol te elvileg nem adsz borravalót, mert nem találkozol velük, de sokszor sokkal jobban megérdemelnék, mint az, aki viszont teljesen egyértelműen kap egy rossz fejű pincér, akivel automatikusan belerakják a 10%-ot. Érdekes egyébként, hogy... mert amikor a kicsekkolás, becsekkolás van, tehát amikor kicsekkolsz és rendezed a számlát, akkor nem adok. Én például a recepciós hotelsos se adok. Nem hagyok ott, mert elfelejtek egyébként takarítónak a szobában, még nem mintha egyébként vérfürdő lenne utánunk, és nem tudom. Hát azért volt ma olyan buli, hogy... Jó, néha. De például ott se adok. Tehát, hogy van egy csomó munka, vagy munkakör, ahol az ember nem ad, pedig legalább annyira járna, mint annak az undok utasnak, aki egyébként meg elveszi a 20 forintot, és nem csinál semmit, csak megkérdezi, hogy hányas volt. Te pedig automatikusan adsz, mert tudod, hogy ő mondjuk abból él. Igen, a takarítónő, nem az, ez egy jó felvetés. Szállodában nagyon... se ad az ember túl sok, azt mondják, hogy 43 ezer forint volt, kártyával fizetsz, nem hiszem, hogy te most ott még 500-at, hogy bele csúsztatsz ott külön. Ezt a takarítónőnek, ezt a londinernek, ezt a pincérnek, ezt a... Tehát egy csomó hely van, ahol egyébként egyértelműen megérdemelnék. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, rengeteg hozzászólás. Mint volt szállodai szobaasszony, kérdezem tőletek, hogy a szobaasszonynak, aki utánatok takarít, adtok-e borravalót például. Tapasztalatom szerint az ismert emberek csak a recepciósoknak adnak, akik meg a nekünk szánt pénzt is lenyújják, amit náluk leadtak. Aha. Ezt Adri írta, én nem hagyok ott, bevallom. Férfiasan eszembe nem szokott jutni. Nyilván egyébként néha az apró kiesik a zsebemből, azt így leteszem, de ugye letegyek így 500 forintot egy pohár alá, nem jellemző. Valahogy ez nekem nem épült be. Meg te utána mindig összes... Én lehúzom az ágyakat, kitakarítunk, felmosunk, letakarítunk az ablakot. Az más, nekik nincs dolog, utánatok nincs dolog. Nem vagy birka bali, zöldségesnek kis pékségekben is mindig ott hagyjuk a 100-120 forintot, pedig nem is vagyunk gazdagok, írja Viki. Aha. Ez valahogy nekem is, tehát, hogy így... Ákos mondja, hogy ő 5 forintot is visszakap az zöldségestől, és hogy el is teszi, teljesen automatikus. Ebédfutár vagyok, a legdurvább, amikor megvárják, hogy visszaszaladjak a kocsihoz 5 forintért. A legjobb jat akár lehet 1500 vagy 2000 forint között, ők az a másik vége. Hogy 5 forintot, ne arra, hogy nincs ám 5, akkor megvárom, míg visszamész a kocsihoz. Tehát ezért ebben ez megdöbbent, igen. Én egy pizzafutár vagyok, sokszor van olyan, hogy gyalog felviszed a régi ház harmadik emeletére a pizzát, és kemény 5 forint borravalót ad, pedig mi tényleg a borravalóból érünk, kérdezi Melinda. Na, például a futárnak mindig adok. Mindig, hát, ha a kaját rendelünk, mindig. Kell. Azt például én nem néztem soha, amikor emellett laktam, az nekem mindig... Ártól függetlenül egy kb. 3-500 forint, amit én náluk hagyok. Tehát ott mindegy, hogyha 3000 forintért rendeltél, 5000-ért vagy nagyobb társaság, jön, kb. Az 500 forint, amit én ott szoktam hagyni. Azt egykori postásként mondom, vagyok. Hogy nekem is volt olyan körzetem, ahol helyettesítettem, és csak 4 emeletesek, orbitális szívás tud lenni. Főleg ilyen nyugdíjazáskor, vagy ilyesmi. Ja nem, mondjuk akkor nem is tévészámla, nem, akkor, akkor nem, de mondjuk amikor tévészámla volt. És képzeld, hogy ott van nálam 300 darab tévészámla, és mindegyiket be kell hajtanod, ugye eleve viszed a pénzt, és nem hozod, és mindig föl kell menni. Az nagy szívás, igen. Egyes lépcsőházba. Pedikűrös vagyok, a hétvégén zárás előtt 2 perccel beesett egy hölgy, hogy azonnal kell neki pedikűr, mert aznap esküvőre kell mennie. Bezártam a boltot, megcsináltam, kedvesen szépen nem siettem, 1 forint jattot nem hagyott. Kicsit rosszul esett, írja Alberta. Buszvezető vagyok, az 5 forintot is visszakérik, pedig a borravaló olyan, mint a fenéktörlés. Nem kötelező, de illik. De várjál! Buszvezetőként most nem akarom rontani az üzletét. Hát első ajtó felszállás, ott veszik a jegyet. Szerintem ne kérje vissza 5 forintot. Nem kérsz vissza, ez nem a borravaló kategória. Tehát, hogy egy buszvezető nem adsz borra való. Nem azt nézed, hogy a borra való vagy nem, hanem azt nézed, hogy tegye el azt az 5 forintot. Szerintem valószínű nincs túlfizet. Én így gondolkozom. Ebből én látszik, hogy hülyén vannak szabályozva az árak. Nem, tök mindegy, hogy mi az ár. 5 forintról beszélünk, tudom, most 10x5 forint az egy családban 50 forint, minden jön ez az SMS. Igen, 10x5 forint, 50 forint, ha most 10x ott hagysz minden második nap, vagy harmadik nap ott hagysz 5 forintot, se rokkan bele a család, 5 forint. Én a zöldségesnél se azért hagyom ott, mert jó volt a kiszolgálás, hanem mert nincs pofán visszakérni 20 forintot. Most ez lehet, hogy hülye gondolkodás. Tehát én azt gondolom, hogyha visszakérem a 20 forintot, túl anyagias vagyok, ha meg ott hagyjam neki, érted? Tehát valahogy én másik gondolkodom. De nem kéred vissza, az visszajár. Tehát fizetsz 980 forintot, akkor neki le kell tenni, az te odaadod az ezrest, a pultnál, akkor neki le kell tenni azt a 20-as. Automatikusan rámondom, hogy köszönöm, képzeld. De hogy már Viki szól, hogy miért csinálom?
Ilyen kényszeresen. Nagy kép üsködsz. Igen. Nagy kép. Ez, igen. Még egy mandarin, most tartsa meg a 20 forintot. Ez zöldségestől, aztán lehet az még két datóját, egy avokádót, és tartsa meg a 20 forintot. Automatikusan mondom, hogy köszi. Ja, honnan van? Mi lesz? Semmi. Te egy ezres. Holnap újra jövök. Automatikusan rámondom. De hál' Isten, csinálják néhányan. Nem. Azt mondja, hogy a vasút tiltja, hogy boravalót fogadjunk el a vonaton, írja nekünk egy kalauz. Hú Balázs, ezzel a boravaló kényszerrel megnyugtattál, én is ilyen vagyok. A barátnőm meg sokkot kap, hogy én tartom el Pesten a pincéreket meg a pékeket. Miért kell bárkinek is borravalót adni, főleg a pincéreknek, akik sajnos nagyon elvárják. Mindenki a fizetésért dolgozik, ti sem kaptok, én sem kapok borravalót, akinek ez nem tetszik, az keresen jobb állást, vagy aki nem szereti a fizuját, keresen jobb állást, írja Nimi. Nem teljesen így van azért, mert hogy ők persze fizetésére jelenleg, de van olyan pincér, aki még keres 60 ezer forintot, és azt mondja ki a tulajdonja többit a borravalóból. Balázs, holnap már csak tegnapi kenyeret kapsz, ha nem hagysz majd borravalót, írja a pék. Igen. Ugye, és ez, de most ezt komolyan kérdezem. Derik írja, kutasként annól, ha csak 5 forint jattot kaptunk, akkor bedobtuk a tankba. Szerintetek ez egy jó irány? Szerintem, mert ha oda megy valaki, de várjál, oda megy valaki, és nem veti fel a pénzt. Megkérdezi a kutas, tankoljon-e helyette. Oké, tankolt helyette. Akkor az embernek, aki oda ment, mondom, nincsen komoly jövő, nem adjál semmit. Akkor ne adjál semmit. Nem, dobja bele. Nem, 5 forintról beszél. De akkor ne adjál semmit. Én azt akkor ne adjál. Tehát 5 forintot ne adjál a kutasnak. Akkor ne. Azt én is félreértem. Azt mondom, hogy tartsd meg. Ne alázd meg. Akkor ne adjál. Tehát 5 forintot ne adjon. Megtankolom, lemosom a szívét. Akkor mondja azt, hogy uram, köszönöm. Tekintse úgy, hogy azt gondolja, hogy nekem ez benne van kötelezően a munkaköri leírásom, de ne adjon 5 forintot. Jó, de ez azt én is azt tudom, uram, tudja, bedobom a tankba, ez nekem... Én tudom, hogy visszaadnám. Uram, tartsa meg. Kell adni, igen, jó, érted, na most oké, okay, most bedobja a tankba, hogy ne. A kultúráltabban lehet. De ne, tehát én az abból a szempontból megértem, hogy ne, akkor tényleg nem kell semmit, tehát ne adjunk már 5 forintot. Tehát azért az a szarrágásnak a ne tovább, amikor 5 forintot adsz a kutásnak, és általában nem az ad 5 forintot, akinek nincs idős néni, aki azt, hogy tegye el aranyom, hanem az ad 5 forintot, hogy itt van 5 forint, tarts meg. Tehát, hogy annak nincs jó üzenete. Te eladjál semmit. Nem? Most a borravaló kategória például ilyenkor szerintetek hol kezdődik? Hány forintnál? Egy kutasnál? Uh-huh. Szerintem ma már egy 100-ast, ha megtankolja a kocsidat, ott kell hagyni. Ha most nincs apród, én 50-et adok, csak bocs, nálog, hogy nincs több, nyilván hülyének néz, persze, akkor most rohadt soha, persze. Feltűnően keresem még egy ideig. Nincsen. Szerintem egy 100-as az... Figyelj, megtankolja. Vagy akkor csináld meg. És akkor nem orogjál, hogy miért kell annyit adni. Én mindig tankolok, mert én egyiket szeretem nézni, mert van egy ilyen fejlővésem, hogy igen, hogy nézem, és mindig szeretem összegre beállítani. De ez inkább ez olyan, mint ez, tudom, nem volt számítógépes játékom, annak idén meg tudod. Ez olyan, hogy hatszózárod el a gázt. Passzus, túl meg. 3500 forint. 3500, akkor felmegyek 3500. Azért csinál, de sajnálod azt a 100 forintot odaadni a kutasát. Én odaadom. Akik ismerek, azok tudják, hogy aztán pont rám nem jellemző. Én már bocsánatot kérek akkor is, hogyha már néha utána számolok a borravalónak, hogy étteremben mennyit adtam. Zöldséges standon dolgozom, nem várjuk el a borravalót, szó nélkül mosolyogva adjuk vissza az 5 forintot is. Nagyon ritka, hogy borravalót kapunk, ha valaki rajta hagyja 20-30 forintot, azt meg is jegyezzük rögtön, mert kirívó esetnek számít, írja Lili. Lili, gyere, költöz oda, ahol én lakom. Minden este megyek. És arany lesz az életed. Boldoggá teszlek, zöldségesként, hogy hülyére keresed magad. A városunk legjobb étteremében a pincér havi fizetése 17 ezer forint, csak a jadból élnek. Bali, ha elmegy a zöldségeshez, egy dinnyét kérek, kettő maradhat. Szólítsad a Baleknak. Nyugodtan. Abszolút gyönyörű. Édesapám 10 éve benzinkúton dolgozott, és nemrég rövid ideig ismét. A borravaló megközelíthetetlenül kevés már. Ők szétosztották a benti lányokkal általában. Ismerős, hogy minimálbére van bejelentve, amit nem kapnak meg, csak is a borravalót tarthatják meg, és azon a helyen mindenki így dolgozik, ez egy étterem, írja egy hallgató. Szóval ez is megdöbbentő azért, nem? Igen, nyilván ezt nem kötelező tudnod, tehát, hogy... Nem. Ez a kártyás fizetés, én ettől is megörülök. A kártyával fizetek. Most adsz kártyás borravalót, nem adsz, ha a kártyás azt megtartja a pincér, külön berakod, megkérdezed, hogy a kártyásat meg tudja tartani, sokszor mondják, hogy ne adjon borravalót, mert nem tudjuk megtartani, mert az egyből a tulajzsebbi megy, akkor beraksz külön 500-at, tehát az is egy hülye rendszer, nem? Beraksz, adsz, nem? Hát akkor az ember ha van nálad egy 500-as pluszba, akkor azt nyilván odaadod, azt beteszed a vízébe a kis számlatartóba, az a legjobb egyébként, igen. De akkor a tulajokat odaadja nekik. Amikor csak lehet kártyával fizetek, pont ezért, írja valaki. Ő egy elkerülős. Ő egy borravaló elkerülős, igen. Meglátszik, Bali, hogy nem minimálbérből élsz.
Lehet, nyilván lehet, hogy azért kérik vissza, nem, máshogy gondolkodnék, nyilván, nem tudom, sokszor 5 forint, az lehet, hogy 50 forint, 500 forint, ez szerintem nem feltétlenül fene se tudja pénzkérdése, ez inkább egy ilyen mentális kérdés, de valóban ez nálam már egyfajta kényszeresség, én ezt elismerem. Igen, de te nem azért adsz borravalót, mert van miből, tehát, hogy... Én hülye ezt, vagyok. Hát figyelj, tehát, hogy... Figyelj, nálam, én bemegy a zöldséghez, hogy így tapsol. Ez az! Hozzátok a legdrágábbat! Megjött a hülye! Na most Balázs, ez egy kezeletlen biocit. Ez egy olyan avokádó... 2004 kilója, csak neked most. Balázs, hoztunk 30 kiló zabot. Igen, és a gyereknek egy kis datóját. Újságos vagyok, az 5 forintot is visszakérek, üdvani. Na hát ez az. Na hát ez az. Mosógépet viszek házhoz, jadból élek, tudnék mesélni a gazdag smucigokról és a csóró jó fejekről. Hát ott, hogy nem pénzkérdés egyébként, hogy szerintem hát is inkább tudom, az ad, postásként, az ad aki, akinek kevesebb van, nem feltétlen az ad, akinek sok van. Igen. Szódavizet árulok, az 5 forint visszajáróért is tartja a markát. Ez anyagi kérdés, vagy elvi kérdés akkor tényleg? Hát gondolkodás, nem? Nem hiszem, hogy az 5 forint az annyival kevesebbet tesz hozzá a családi költségvetéshez. Sokszor 5 forint? Igen. Na. Lehet, én elfogadom ezt is, az nem tudom. 50. Nem tudom. És ha még sokszorabb 500. Na. Tapasztalatom szerint a gazdag budai milliárdosok fillére visszakérik, a nyugdíjas 500 ezer forintot is ad, árpi egy bútorszállító. És érdekes, érdekes meglátás. A zöldségesek viszont veled vannak, Balázs. Igen, hát, gyerekek, gyerekek. Igen. Zöldségesnél vettem egy csomó mindent, kislányom elvett egy pici almát, azt is nem érte neki, nem adtam, másik zöldséges lányomnak nyújtott epret, kóstolja csak meg, mandarint is, írja valaki. Hát ez jó, csak ez most hagyjan ide. Fodrászként dolgozom, nagyon megoszlik, van akinek csinálok egy festést, vágást, 6800-ra kapok 8000-et. Volt olyan példa, aki az utolsó filléri kiszámolta úgy, hogy még 10, 20 és 5 forintos is volt benne. Nem mondom, hogy a borravalóért dolgozom, de azért az ilyen csessze meg. Mert volt nálam váltó, hogy visszaadjak neki, ne fillérezzem, mert kicsit megalázó. Az átlag az kb. 3-500 forint, mint borravaló. Jól csinálod, Balázs? Egy zöldséges. Ne, igen. Fölkerül a zöldségesek, akikre büszkék vagyunk, igen. Támláját. Na jó. Hát ez egy érdekes helyzet, megoszlanak a vélemények. Köszönjük szépen az SMS-eket, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Péter! Péter, így van, sziasztok! Hello, szia. Honnan hívsz minket, Péter? Jászberényből. Jászberény, bocsánat, igen. Hallottuk. Egy kicsit rossz a tévedék. Mit csinálsz? Dolgozol? Igen, igen, én dolgozom most, igen. Na. Futárként. Na, futárként dolgozom, hát akkor... igen. Igen. Te egy ilyen borravalótól való kiszolgáltatottságként éled meg a napokat, gondolom, nem? Igen, ba. Igen, végül is ilyen is van, igen. Ba, szakadozik a vonal egy picit. Kicsit, amit a káromkodtál volna egyet, igen. Egy picit csúnyát mondtál volna. Igen. Most a tipikus, adnak igen. Inkább, nem adnak? Spórol a lakosság? Vagy érezni például, ha válság van, azt mondjuk a borravalókon, te megérzed? Meg persze, de igazából az itt a legfőbb, hogy a kis pénzűek az, akik inkább jobban adnak. Na. Hát nagy pénzűek azok igazából nem. De mert te futárként miből látod, hogy valaki nagy pénzű? Bemész és egy rohadt nagy plazma tévé néz veled szembe? Vagy úgy nyugdíjas hát, és fiatal? Vagy tehát miből ítéled meg, hogy a házhoz mész? Egyrészt, egyrészt, hogy mit szállítok, ugye, mert én ilyen háztartási termékeket szállítok. Ugye, aki rendel egy olyan tévét, ami ugye 500 000, azért valószínű, már elképzelhető, hogy nem egy... Igen, nem egy kis nyugdíjas. Igen, és meg hát ugye a háza kívülről ugye márvány van, ilyesmi, szóval azért az már mindent elmond. És tényleg, tehát kimutatható, vagy érezhető, hogy az, aki jó módúbb, az sokszor többször forintra visszakéri? Igen. Ez megdöbbentő azért, nem? Milyen érdekes? Igen, igazából az. Ez jó. Érdekes, mert az pénzügyeknek ugye volna, amiből adni, de ők lehet éppen ebből gazdagodtak meg, hogy házan is spórolnak. Igen. Sokszor 50 forint, előbb-utóbb egy 4K-s plazma tévé, vagy egy 4K-s tévé. Balázsnak kétszer ennyi lenne.
Gyerekek, egy kisebb középkategóriájú autó árát adtam már oda borra valóban. Ezen a héten. Nem, ez egy ilyen, tudom, már Viki is ününk, úgyhogy totálisan kényszeres vagyok ebből a szempontból. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nem, egyáltalán nem nehéz. Nem nehéz. Egyáltalán nem. Na nézzük, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Milyen fajtájú kutyák a 101 kiskutya című rajzfilm főhősei? Dalmata? Így van, az eredeti cím is ez. 101 dalmata? Tényleg? Az angol. Szörnyű címe van. Én is írtam nekik, hogy ezt jól elmondták. Idióták. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés dedikált Egérpadér. Melyik hazai énekes készített közös klippet a világhírű Run DMC egyik rapperével? Király Viktor? Igen, megvagy. Na jöjjön a harmadik kérdés, vagy megállsz? Nem tudom, az milyen kérdés, hogyha megkérdezhetem. Húzós, vagy nem? Annyira nem? Húzós. Mi? Hát szerintem elég húzós. Akkor szerintem itt állnék meg. Igen? Igen. Igen. Nem akarlak lebeszélni, csak szerintem nem annyira könnyű. De hát majd holnap kiderül akkor, mert át. Nem annyira könnyű? Hát szerintem meg tudnád csinálni. Hát nézzük meg, ahogy gondolod. Hát mindig azt mondja, hogy megbírnád csinálni. Igen, igen. Az ECSZG-ben, ő rossz, rosszra viszi, ő a kis ördög. Szerinél lesz csúrnyán beragadt. Igen. Na? Hát, szerintem itt állnék. Megállsz. Köszönöm szépen. Jó, egy dedikált egérpad, vagy egéralátét, és egy nyakbaakasztó Klassz FM-es Morning Show, nagyon klassz kis ajándékcsomag. Nagyon szépen, köszönöm. Jó, ügyes voltál, Péter, köszi a játékot. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, elvelom. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hely, hogy itt nem voltunk erre, nem hinn, na mindegy. 9 óra múlt pontosan, 2 perccel! Az anyja! Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és friss közlekedési híreink vannak, ami a legfontosabb. Köszönjük mindenkinek, aki küld. Ha egy-kettő lemarad, annak csak az az oka, hogy rengeteg hozzászólás jött a boravalós témánkhoz, és több száz SMS ömlik be pillanatok alatt, úgyhogy lehet, hogy nem mindegyik közlekedést tudom beolvasni, de igyekszem tényleg. Trafi az M3-as végén a Mátészalkai lehajtónál, aztán ez lehet, hogy ugyanaz, nem tudom fejből, az M3-as 141-es kilométerénél is mérnek, valamint M3-as 182-es kilométerénél szintén Budapest felé. Sok a trafi. 17. kerület Keresztúri út, a Pesti út felé, a külső sávban végig csúszik az út, és büdös is, nem tudjuk, hogy mi ömlött ki, ez nem vicc. Ati, aki 31, küldte ezt nekünk. Azért olvastam ilyen lassan, mert néhány olyan szó is becsúszott, ami nem annyira rádióbarát, és ilyenkor gyorsan. Hát de ha az fejben van az konvertálunk, aszfalt. Tessék? Ha az van az aszfalton, hát igen, csak olyan rosszul hangzik. Skacok, köszegen vagyok, árut szállítok, most kaptam 200 forint jattot, írja nekünk Pisti. M0-áson a Megyeri híd előtt mérnek, ez is ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen. M6-os 42-es kilométerénél, mint mindig. Most is kint van a trafi, bár néhányan nem látják. M7-es Budapest felé 98-as, 97-es kilométer között bokor mögül mérnek. Ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. Az éles saroknál nem közlekedik. A 37-es villamos most emelik vissza a sínre. Hoppá! Picit ott... Rátolt a mesterek is. Kakaót. Ott lecsúszott, leesett a sínről, igen, szép napot üzeni nekünk, Viki. Dobogókő felé a Shaolin falu előtt a hídon munkálkodnak, félpályás lezárás, lámpás irányítás van, óvatosan 30-as tábla, a kanyarban vannak a lámpák, ahol 60-90-nel szoktak száguldozni, ne megszokásból menjünk. Ezt Gabóca küldte nekünk, valamint Trafi, a szokásos babakék transporterből, a 85-ösön Farád belterületén. A gyerekek, ezt én nem tudom, van-e még Farádi, aki ennek bedől. Valószínű, hogy az átutazókra mennek. Babakék transporter Farádon ez... Már Farádiak üzemeltetik, tudod, ők azért se dőlnek be. Igen, lehet egyébként ez valami magánvállalkozás. Szerintetek a Shaolin templomba bemennek így, hogy gyerekek, ki ez a verdai? Nem gondoljátok, hogy rossz helyre álltok? Igen. És Robert Lyons egy kimenne. Ott voltunk mi egyébként, és egy nagyon izgalmas hely, sokféle tekintetben. Az, hogy valaki meghonosít itt egy ilyen jellegű kultúrát Magyarországon, hogy egy ilyen kis falucskát felépítenek, hogy olyan színvonalú képzés folyik, mindenféle tekintetben nagyon jó volt. Ezek a srácok nagyon kemények, úgyhogy ott kitépik a téli tüzelővalót. Igen. Na ne is mondos ezt a Shaolint, a gyerek rágyógyult a Kung Fu Panda nevezetű
Nagyon jó. Mesének szerintem kevésbé hívható valamire. Nagyon jó. Nem áll. Figyelj, fejből elmondom az első 10 percet. Legendák szólnak itt, legendás harcosok. Kinek kungfu tudása legenden számba ment. Úristen. Egy panda, akiben van. Lúzer, jó, persze. Egy lúzer panda, aki az Őrjöngő 5-öst is lenyomva megtanul kungfozni Sifu mestertől. 36-odjára nézem végig, jó, naponta szeretem. 4-szer vele, mert ott kell ülni. És utána... a Sifu mester az jó, mert az kb. Azt jelenti, hogy mester. Ő Sifu mester, a teklős a főmester, aki aztán cseresznye virágá változik, majd jön a gonosz, és Kailu-t együtt kell leküzdenünk. Kailu, aki megszökik a börtönbe. Kailu a tigris. De aki ugye... a mester ellen fordul, és a kung fu panda viszont ő ezt legyőzi. Csak mondd, hogy nem a tésztaboltban dolgozó, vagy tészta büfében dolgozó panda a kedvenc a Beninek. Remélem valaki az Őrjöngő 5-ösből. Nem, ő Kailu. Na jó, ő van Kailu, Beni most Kailu, én vagyok az Őrjöngő 5-ösből, általában a Szöcske. Tehát a gyereke ráérzett azért, igen, hogy ki vagyok az Őrjöngő 5-ös. Vagy sáska, valamilyen egyszemű, vagy kétszemű kis idegesítő lény. Sáska, és a három pontos fogást kell most már talán a második hónapja minden este 5-ször megcsinálni alvás előtt. Figyelj. És ugyanezt kéri Viki is. Azt viszont szívesen teszem. Abban viszont mesteri vagyok. Nézd, nálatok nem? Nincs kung fu panda? Dehogy nem, szeretjük mi is. Közösen én is nagyon szeretem. Gyerekek, nagyon kemény. De abban vannak kis részek is, azt tudod. Nem, vannak jó mesék, amiket szeretek. Tehát a Turbo, a Csigaz például nagyon szeret, amikor a Turbo elmegy és átmegy valamilyen tankon, és akkor ő elmegy az Indy 500-asra, és lenyomja a Csiga elvű franciát. Azt nagyon kedvelem. De vannak mesék, amikkel nem mindig tudok ugye azonosulni. Néhányat nagyon szeretek, a Grújékat is nagyon szerettem, az ősember család, akikkel együtt ott harcolnak, tüzet találnak. Tehát néha jó dolgokra kattal rá Benni, mikor 26 óra szolidaritásból nézed még a kukupandát. Igen? Részek vannak belőle, persze, és az már új. Nem mindig ugyanezt nézd. Internet üsbe, és adnak kis részeket. És ugyanez a panda szereplő, tényleg? Így van, csak külön álló sztorik vannak. Meg egy picit le van bútítva a grafika, mert hogy ugye az nem mozifilm. Én azon csodálkozom, hogy úgy nem kattansz erre a dologra rá, hogy azért te is látod, hogy annak a mesének egy nagyon szép, nagyon pozitív mondani valója, mert ugye ő egy ilyen teszetosza szerencsétlen kis hogy kövéren balett, is lehet sikeres, vagy és amikor megmutatják neki azt, igen, például kövéren is lehet sikeres, és úgy teszik sikeressé, hogy arra a dologra épít a mester, ami neki az erőssége, hogy imád zabálni. Azért nagyon mélyen kell ezt a mesét nézni, hogy ilyen mély filozófikus gondolatokat lássak benne, hogy a panda egyébként nem tudom mi puszedliket zabál, és a mester azzal tanítja. Gőzgombóc. Vagy gőzgombóc. Tehát, hogy édesség. Felszínesen nézve. A legmagasabb polcról is leszedi. De egyébként oda nem mászik fel. Spárgába szedi le, mint Van Damme. Jó, megnézem ilyen szemmel. Na mindegy, a Sifu apát jelent. Igen? Igen. Apát. Apát, jól van, kedv van, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek ellen nézz szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Wow! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Hey! Tibi! Tibi! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Ba-ba-ba-ba. Írja valaki még Hello Tibi. Mindenem a kung fu! Figyelj, készülj, majd a gyereket lesz, ezekre készülje. Tehát, hogy ez... ja, múltkor oda kavarodtam valamilyen ilyen gyerek csatornára, és ilyen nagyon beteg, tehát ott ment egy ilyen, hát nem tudom, megy egy kávéskanál, megy egy mosogató rongyal, és akkor beszélgetnek. Spongyabob. Vagy nem, tehát egy nem azt néztem, de ilyen nagyon, tehát ez a nagyon beteg dolgok vannak, mert nagyon nevelő célzattal, ilyen nagyon ostoba, tehát én csodálkozom rajta, tehát hogyha a kamasz panaszra rá akarsz menni, akkor hogy miért van egy ilyen beteg generációt, amilyen mesék van. Annak, tehát figyelj, én a múltkor megpróbáltam egy vukkot, egy frakkot, nem vuk, a vukkot szeret, egy frakkot megnézetni a Bennivel, és ilyen kung fu panda, jégkorszak, Rio 1, Rio 2, tehát úgy nézett rám, hogy láttam érti, a szemében hogy azt, hogy tehát, hogy fater, nem, hogy apa, ez... nem vagy már normális, hogy ezt jónak kell gondolni. Mert rosszul szocializáltad, mert az első film, amit látod, az Avatar volt. De tényleg, hogy mennyire más? Mondom, hogy Benny, hát gyere, hát a mi időnkben ezt néztük, nézd meg, frak!
És a gyerek így látja, hogy egy perc így kókadt a feje, tudod, és így hanyatt esett, ott horkolt mellettem, én meg élvezettel néztem, hogy áréhez meg ez volt a műség. Elnézte, hogy négy színből van megrajzolt, tehát tréagrafikája, 16 millió színből álló négy dimenziós rajzfilm, szaga van, meg lehet fogni mindent. Persze, tök más néznek már egyébként, igen. De egyébként hallgattam a játékost, 16 éves volt, és nagyon alázott benneteket, ugye lebácsizott benneteket a fekete-fehér igen nemes játékost. Nem bennünket alázott, csak a Balázs. Igen, mielőtt nagyon megalázta Balázs, és eltiporta a játékban. Hogy egyetlen egy aspektusával egyébként nem foglalkoztatok ennek a témának. Tehát egyrészt, hogy mi van fiatalok, meg a felvilágosítás, meg kamaszpanasz. Én el tudom mondani azt, hogy elmész egy koncertre, az első két sor konkrétan csak ilyen. Egyébként ott áll, azt látod, hogy ilyen kész csajok. Tehát nagy napszemüveg, fölpolcolva, meg kisminkelve, dobálja a puszit, szeretlek, gyere, aludj nálunk, nem tudom, tehát minden. És akkor megkérdezte, hogy bogaram, hogy technikailag amúgy hány éves vagy. Hát már van úgy 15, ha úgy van. És ott állsz, hogy mondom, nem tudom, utána számoltál-e, amit ti is mondtatok, hogy nem tudom, utána számoltál-e annak, hogy csak apunak. Hát igen, technikailag az apád lennék, sőt, amikor a bulik voltak, akkor simán lehet, hogy az vagyok. Gyere, én dúdolj-ben a Hello idegenben, megnézem, nem én vagyok az apád. Tehát, hogy konkrétan annak idején volt ez a balhé, amikor a focisták egy picikét ott bekergették a tínédzser örömkapuján a labdát. Emlékeztek, mikor volt valami szórakozó helyen ilyen pedó ügylet belőle, hogy azt mondták, hogy többnek tűntek a lányok, vagy többnek hazudták magukat, elmentek nagyon nagyot bulisztak, aztán nagyon nagy per lett belőle, ilyen botrány volt, szerintem két focista élt a szórakozó, élt a lehetősége. De figyelj, tehát hogy nem tudom, hogy mi van, vagy ezek a szülők sokat álltak ki a csernobili esőbe, vagy nem tudom, de figyelj, olyan ilyen 195 centis megcombosodott 14 éves generáció van, hogy figyelj, én tehát konkrétan ott tartok, hogy amíg nem mutatja fel a személyét, nem dobom vissza a puszit a színpadról. Tehát, hogy tudod, engem nem csapdázol be kisgyerek. Én nem megyek börtönbe miattad. Nem olyan? Tényleg. Elmész szórakozni, konkrétan bárhol, ott ilyen 15-16 évesen, nem tudod, hogy valószínűleg próbálja öregíteni is magát, de olyan smink, olyan ruha, olyan az egész kipakolás. Jó, ne izgulj fel. Bár ki is szaladok a mostó. De tényleg egyébként. Nem? Igen. Én nem tudom, milyen későné, a mi generáció, még a csajok. Más világ volt az. De mi tényleg? Egyszerűen ma már egy 13 éves csaj tud úgy kinézni a mikorunkban, egy 16-17 éves csaj is még azért nagyon későn érő típus volt, nem? Nem volt sminkelés. Nem, tök más volt. Nem volt ilyen ruha. És dobálja a puszit. Sajnos borotva se. Csodákat talált az ember 16 évesen. Igen. Hú. Szoktam is kérdezni, hogy anyád mit szólna, ha egyet több kasszatibivel állítaná haza, mint ilyenkor általában. Tehát, hogy gyere hozzánk. Nem tudom, miben van. De egyébként a másik, hogy egy kicsit a kamaszpanaszra rámenjünk egyébként, hogy a másik ugyanilyen ilyen gyönyörtárháza, amikor az interneten kommunikálsz a Facebookon, és jönnek a zsíbasztó üzenetek. Ugyanígy, mint a kamaszpanasz. Nem tudom, figyelj, te nem annyira kezeled vagy te mennyit? Semennyit. Vagy valamennyit a Morning Show Facebook? Ilyen nézeket az üzeneteket? A kommenteket? Nagyon. Üzeneteket, tehát nagyon. Ami jön nektek. Nem, keveset. Figyelj. Üzeneteket többször igen, a kommenteket nem, a képaljárásokat nem. Ha akarsz igazi gyöngyszemeket, tehát figyelj, egy párat kiírtam nektek, ami nekem jön, mert vannak szerintem igazán kellemes gyöngyszemek, mutatom neked. Az első a kompakt rajongó. Te az igazi kasszatibi vagy? A. Ha igen, akkor imádlak. B. Ha nem, akkor viszont rohagy meg. Jó alkalmazkodik. Nem? Igen, abszolút. Mind a kettőre fölkészült. Kettes az értelmezhetetlen. Szia, kérlek, írj vissza. Ugye te nem cigizel, mint a krasznai tünde? Azt a kutya fáját. Válaszoltam neki, úgy semmiképpen nem, de egyébként sem, de ahogy a krasznai... Úgy nem, igen. Ahogy a krasznai nagyon tünde... Nagyon ügyes, nagyon tehetséges, úgy nem. Az a technika, az nekem nincs. Van a felkészületlen rajongó, aki azt írja, hogy amikor kiraktam egy közös képet, hogy a párommal kávészünk a teraszon, jött rá a komment, nagyon szépek vagytok, nagyon sok boldogságot kívánok neked, és persze hiennek. Tehát, hogy mondtam, hogy ha találkozunk, mindenképpen átadom. Az energiagyilkos, mondom, ma este 8 órakor, gyerekek, koncert, Soroksáron találkozunk. Rajongó, de jó, hánykor? Jó, azért ezt az SMS falon látjuk, hogy azért nálunk is van egy-kettő ilyen haladó, igen. Haladó SMS író. És van az, aki be akar avatni a túl intim szférájába, egy ilyen 8 hónapos terhes kismama küldött egy bűbájos videóüzenetet nekem, ahol a háttérben szól éppen a hullócsillag, és közben, mint egy ilyen alienből így rúgdos ki egy ilyen láb, hogy kapcsoljátok meg ki ezt a szállat. Tudod, egy ilyen
a túlítő, és így videózta a Pocak 2 legfiatalabb rajongóm, és egy ilyen láb így a hasán így nyomkod ki, mint az élén, és körülbelül szól a hullócsillag, tehát ilyen igazán az intim. Azt döbbenet, amikor így látod a hason, hogy így elindul egy-egy, igen, a szokdalátványt. Miért? Mit tettem? Nem, mert kicsit meg a kukorica végig kinéz a hasonló. Kukorica végig kinéz a hasonló, de az egyébként tényleg kemény. Nálatok egy-két gyöngyszem nincsen? Tehát, hogy nem kommunikáltok? Ez a standard, ha bárhol megjelenek, ez a Balást hol hagytad meg ezeket, az nagy-nagy kedvencem. Az igen. Jani Feri, nem, Jani Bali, az tőled kérdezi. Azt áll, ott mindig. Jani itt van? Feri itt van? Persze, mindig az, ha ott vannak hátul a toj-tojnál. Balázs mit csinál? Hát, mindig visszakérdezik, te is a kollégáiddal, vagy éjjel-nappal? Jaj, nem. Tudjátok még mi a jó? Lemegyek valahol, van egy fellépés, valahol vidéken, lenyomod a bulit, jön oda autogrammér, és utána, és mondd meg a Balázsnak, tehát ez a, és mondd meg a Balázsnak. Igen, majd megyek megmondom. Az egyik kedvenc kommentibusom, így kezdődik. Tudom, nem ide tartozik, de. Nagyon hogy, jó. Hogy akkor miért? Nagyon tehát, jó. Akkor miért? És utána a 30 sor. Tehát, hogy ami így kezdődik, tudom, nem ide tartozik, de, és utána leírja az életét. Nem? Igen. Általában ez a típus. Hát az izé, meg a nagy-nagy kedvenc, a szia, te az igazi kaszati, mi vagy? És mindig vissza szoktam írni, hogy tudod, nem, most van egy új fordulatom, nem, kommentelő robot vagyok. És akkor elkezdve azt mondani, nem, szintaktikus hiba, értelmezhetetlen üzenet. Irigyellek, hogy ennyi időd van, hogy ezekre egyenként válaszolsz. Nem, visszaíró robot vagyok, vagy nem tudom, tehát azért az kommentelő robot. Veled, hogy ennyi időd jó, van. De mondjuk meg is látszik a like számain. Hát pörgetem, figyelj. 300 én ezért szoktam figyelni. Nem hogy fizetni? Tudom, hogy ez bántó nektek, de nem fizetek érte. Annak ellenére, hogy nem, elhiszem, hogy ez fáj. Most hozzáteszem, hogy nézegettem akkor a Klassz FM oldalát is izébe basztassátok. Hogy? Mit csináljunk? 300 parancsol? Hogy? Mi ezt a szintemetén írtál? Jól van. Gyerekek, 330 ezer like van a Klassz FM oldalnak. Tehát miért nem őket? Miért nem őket? Mert van tartalom, értem. Igen, az éhes kiskutyák. Nem úgy, mint nálad, ahogy viccet rakunk ki, meg ilyeneket. De nálad is vannak éhes kiskutyák, meg ilyen típusúak. Kismacskák, ami van. Tehát, mert nem azt mondtam, hogy nyilván figyeli az ember, hogy mire reagálnak jól a rajongók, de bármennyire is szeretnéd, Balázs, nem fizetek. Akadt a zabatorkodó. Ha kell fizetni, majd azt is megteszem. De igen. Jelen pillanatban nem a zabatorkodon az, ami böki a csőrön. Már is böki, úgy fogja te böki személy. Most. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Balázs, kimondottan rád számítok, és na. Mivel látom, hogy közben SMS-t írsz, ezért nagy bajban vagyok, tehát megvárom, mielőtt fölkonferálom a bökkézőt, mindenképp megvárom, hogy küld el. Mindenképp megvárom, hogy küld el. Hogy van egy kollektív olyan hazugság, aminek most vessünk véget. Tehát van valami, ami bénít, ami nyomorít egy nemzetet, mindannyiunkat, és kollektívan részt veszünk egy hazugságban. A hazugság pedig a következő. Na, melyikről akarsz beszélni? Hogy le tudok fogyni, igen. Nem. Ülsz a fodrásznál, igen. Ugye? Eddig tudsz követni? Viccel, a fodrász a kedvenc helyem. Na, igen. Igen. Ülsz a fodrásznál, a fodrász pedig megkérdezi, hogy jó a víz? És te azt hazudod, hogy igen. És rohadtul nem jó. Szinte soha nem jó az a rohadt víz. A múltkor vagy rád engedi a jéghideg ilyen hajhagyma kifagyasztó szemetet, mert még nem meleg, vagy elkezdi, és félúton már olyan rohadt forró, hogy már könnyezel érted, csak úgy vagy vele, hogy abban a két percben gyorsan mossa meg a testünk túl, de inkább nem konfrontálod, hogy nem jó a víz. Szinte soha. Tehát, hogy legyünk őszinte, 10-ből 8-szor nem jó. Amikor azt mondta, hogy jó a víz, aha jó, vagy izé, vagy jéghideg, vagy figyelj, a forrót engedi a fejedre. Ne öljed, ezt sztorina. Várj, én mindig hálás vagyok, próbálok belemenni, megfejteni, hogy miért na. Nem szólsz? Egy pillanat, van, ahol én sem szólok, majd mindjárt mondom. Mert azért nem szólt, de aztán viszem tovább egyébként, mert ez a vízhőfok, ez egy állandó harc egyébként, nem csak a fodrásznál. De hogy azért nem szólsz, mert két perc alatt beledörgöl, gyorsan megmossa, most mire, még hogyha szőszmétől álligatja ott neked, nem leszek ilyen, mert akkor most teker egyet melegebbre, akkor majd forró lesz, visszább veszi, akkor hideg lesz, essünk túl rajta, összeszorítod a fogadat, mossa meg, az gyerünk vágni. Tehát, de hogy ezt nem bírják ma, tehát embert küldünk a Marsra, de hogy azt
ezt a rohadmányos tekerőt nem tudja otthagyni, ahol ilyen kellemes a vízfokat, csak ott beindítja, fölpatintja, lepatintja, hanem ott állik, jó a víz. Valószínűleg, mert ő egy fodrász, ő nem a NASA-nál dolgozik, nem ő küldi az embereket a Marsra. Azt mondom, hogy zsidró küldi az embereket. Na, de hogy ez egy állandó harc, és ma reggel még ezt megtudtam azzal tetézni, de mondjátok, hogy te mit akartál mondani. Ja, ma voltál fodrásznál? Nem. De reggel meg zuhanyzás. Magadnak se szólsz, hogy hideg a víz, Tibi. És rájöttem, hogy magamnak se szólok, még hidege. De magadnak legalább szólj, Tibi, hideg. Jó így a víz, Tibi? Jó, ne. Igen. Nem egy kicsit meleg. Szorongva, magadnak szóljál. Szorongva lezuhanyoztam, mert nem mertem szóvá tenni magamnak, mi van, ha megsértődök. Nem, de hogy... De olyan volt, hogy Manoka megkérdezi, mielőtt beültök a kádba, és akkor azt mondja, hogy elég meleg a víz, hát még szerintem tölts hozzá, akarsz ma valamit, Manoka. Szemétled. Nem, de hogy zuhanyoztam reggel, igen, döbbenetes módon, és jön be a párom, és halálos lelkesedéssel szépen megnyitja a csapot, hogy ő most közben, mert neki most abban a 3 percben kellett arcot mosnia valamilyen nagyon, amikor semmi más nem történt. Mint hogy telibe forrázod magadat, tehát mert ugye valahogy egy izén van a rendszer, és szépen 2 percben forrázod magad, arrébb ugrálsz, próbálsz szökelni az zuhanykabin, mint egy ilyen elmebeteg szöcske, és közben szétforrázod magad. Én azt gondolom, hogy ez a hőfokharc, ez egy ilyen állandó harc az életünkben, vagy otthon, vagy vásod, én nekem most a fodrászatba akadt. Ja, Istenem. Adhatom az ítéletet? Nekem itt nem nincs. Balázs. Tehát vannak dolgok, amik nekem a vége nagyon tetszett, hogy Manokának korán reggel arcot kell mosni, ez olyan, mint a mézes hetek. Nekem ez tetszik. Balázs, akartál gyerekek, mondani valamit, ne húzd ki magad. Gyerekek, legyünk egyszerűen őszintén. Igen. Van, amiben nincs több. Igen? Nem? Egyes szintű, abszolút indokolatlan törzökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell. Nekem eleve fájt, hogy nem gondoltál ebben a témában. Hát engem érted, hol vagyok én fodrászban. Hogy csak kicsit a Tibi mentségére, hidd nekem, Tibi, 20 év tapasztalat után tényleg nincs benne több. De hogy szemétláda. 20 éve médiázom, ebben nincs több. Viszont amikor elkezdik masszírozni a fejedet, na az nálam egy ilyen kényszer, akarod, szereted, szorongsz, nyomja, rossz a masszás, kijönnél már, habos a fejed, nem szólsz, nem akarod megbántani, az a halál. Én már előre mondom, köszönöm, nem. Tehát mit csinálsz? Masszírozás se, köszönöm, de miért? Nem, de köszönöm. De miért? Nem, egy jó, nem, köszönöm, de. Nem. Hát én arra rákérem a happy finish-t. Hát ezt figyelj. De az oda, gyere, és most érdemes. A Citronában a happy finish. Igen? Mennyire felfutott az a cég is. Mit gondolsz, mitől? Lenöveztem a hajam. Az a baj, hogy a Zsidró csinálja. És? Jaj, ne legyél meg. Ügyes! Ne legyél meg. Na. A 3:30. Én kicsit azt gondoltam, hogy már talán azért húzod ezt az egyébként nem létező témát ilyen sokáig, mert nincs témád. De van! Egyébként nem igaz, hogy nem létező téma volt. Tehát, ha tudtad volna, milyen hideg volt a mutka fejmosón, na mindegy. Egy picikét szeretném megvillantani azt, hogy tudjátok, hogy alapvetően egy kemény férfi vagyok, egy alfa hím, egy terminátor, egy gyilkos, egy katona, igaz, Jani? Ezek a szinonimák, hát, amik na jó, legyen, igaz. Na, abban szabadulsz. De azt gondolom, föl kell, hogy vállaljuk, hogy azért mi is tudunk érzékenyek lenni. Múltkor, tegnap reggel, ilyen 11 óra komment az ismétlése a Ghost című filmnek. És figyelj, azon a szomorú jeleneten kaptam magam, hogy pont a záró jeleneten kapcsoltam oda, ahol Patrick Swayze nagyon gyalogol a fény felé, és közben nagyon sír, és szeretlek, Detto, tudod, tehát megy a Demi Moore vissza, mondja, figyelj, ez a bajom, figyelj, több bajom is van ezzel a filmed. Nagyon csúnyán bebőgtem. Tehát, hogy fölvállalom, nagyon kellemetlen, de ha láttam már, tehát, hogy láttam már 11 órakor zokogó férfit az ágycélről, de miért kellett meghalnia? Az a baj, azt érzem, hogy itt szárazon az élmény. Most rá tudsz hangolódni a filmre egyébként? Ne, az a baj, hogy bármikor, amikor elkezdem ezt a filmet, nekem mindig megjelenik Whoopi Goldberg, és innentől kezdve nem tudok sírni. Tehát, hogy én ember nem látott még olyan ronda ember, mint a Whoopi Goldberg, és bármikor, amikor ez a film ér... De ha, most ne röhögj! Ne haragudjatok, bocsánat, én ezt kimondom, hogy az a film nagyon jó lenne, de bármikor meglátom Whoopi Goldberget, én nem tudok azon elérzékenyülni, mert ott van Whoopi Goldberg. Nem ronda ember, nem szép nő. Jó, bocsánat, érdekes arcú nő. Embernek az elég széles merítés, de hogy hölgynek egyébként ilyen ronda nőt, mint a Whoopi Goldberg, de bármikor a Demi Moore helyes, ez egy cuki film lenne, és amikor kicsit elérzékenyülök, megjelenik a vigyorgó Whoopi Goldberg. Az idegesítő Whoopi Goldberg. És amit kezdve nekem ez a film nem megható. Tehát, hogy... De nem érzed? Figyeld. Nem jönnek a könnyek? Gyönyörű dal. Nem jönnek a könnyek? De ne haragudj, hogy most ezen azért itt nem fogok így neked bebőgni nagyon. Nekem rúzolnom kell.
Na de egy picit ezzel elkezdtem foglalkozni, elkezdtem szorongani, hogy ez nagyon nyomorult dolog, hogy férfiként az ember bebőg egy ilyen filmen, tehát hogy ez valami nagyon vállalhatatlan, vagy belefér. És utána néztem egy picit, és egyáltalán nincsen gond a férfi könyvekkel, egy picit vállaljatok be ti is belőle. Mi volt az utolsó, amin nézted, és azt mondtad, hogy kicsit kellett cipogni, elfordultál Vikit, hogy Viki, ezt most nem akarod látni, és bebőgtél a sarokba. De Titanic? Talán egy kasza show. De szemét. De az csak másnap a nézettség. Na, igen. Jó. Átküldte a nézer az adatokat, mint jó. A szegény. Jó. Igen. Én láttam a frisbit is, mondom, szegény Peti is, az a rohadt élet. Mi történik itt a témiket? Visszatérve a témához. Melyik tehát, film volt? Volt több ilyen film is. Igen, beszélgetünk nézettségről is, de hogy nem akarok. Több ilyen film is volt. Nagyon megható film, szerintem én nagyon szeretem. Nyilván nem láttad, mert művészfilm. A motoros naplója az egy nagyon megható film. Próbálok okosan nézni, jó? Aha, igen. Azért mondom, hogy ne kavard. Motorok naplója. Michel White. Ne kavard, de még malagad. A motoros naplója az egy nagyon szép film, és azért nagyon megható, ahogy végződik az egész, nem mutatnának a részleteket. Semmiképpen. Az például szerintem az egy olyan film, ahol az a férfiak is meg tudnak hatódni. Legalábbis engem meghatott. Szerintem nem láttátok. Túl a barátságon ott férfiak meghatódnak. A Túl a barátságon az egyébként nem egy rossz film, de ott például azon nem. Azon nem. De én nagyon szeretem azt a filmet. Sírtál? Nem százas zsebkendővel üvöltök, levetem magam a földre és ütöm a földet. Tehát nem így kell elképzelni, az egy nagyon jó film. Főleg a vége, az egy szép jelenet ott a végén. Jani, meghatódással hogy állsz? Mennyire, hogy batyogsz lefel a B oldalon, mennyire vagy inkább ilyen sírós már? Jani. A Bukás című film vége, amikor a fő Jean-Claude Van Damme. Nem, adott érte. Egyébként ez egy klasszik. De mi, a száguldó erődön nem sírtatok, amikor a vonat... Erő. Gyerekek, azért azt mondjuk, hogy az ember minél öregebb, annál szentimentálisabb. Igen. Komolyan mondom. Tehát egy ünnep, egy karácsony, egy családi összejövetel, egy gyerek születésnap, tehát amikor például egyévesen a Beninek ünnepeltük a számlát kihoz. Nem, most nem. Az a baj, hogy egyébként veletek nem lehet ennyire beszélni, erről itt vagyok, cinikusak vagytok, de itt vagyok nekem. Én az érző lélek, a női tehát szívek gyámolítója. Az, amikor az asszonyok. A gyereknél ünnepeltük az egyéves szülinapot, és elénekeltünk, hogy a boldog szülinap, és látod azt az áhítat, mosolytot rajta, és elfújja a gyertyát, konkrétan meghatod. Szülőként, ahogy látod, szóval... Előre, ahogy meggyúlod a haja. Köszönöm, Jani, a te kiégett rocklelkednek, ilyen pillanatokról beszél, érted? Utoljára akkor sírt, amikor lefújtalak a Wunderbe 5001-eset. Konkrétan szerintem egy férfi nem de kell, hogy szégyelje a könnyeit. Például a gyerek egy csomó olyan pillanatot okoz, amikor meg tudsz hatódni. Tehát amikor altatod, és oda bújik hozzád, és mondja, hogy apuci, nagyon szeretlek, és így átöleltél, és azt, hogy ne menj el. Várd meg, amíg elalszom, és fogd meg a kezem. Azért ezek olyan pillanatok, amin egy-egy szülő nagyon meg tud hatódni. Hát mi ezt a párommal nap, mint nap játsszuk. Apuci, ne menj el. Apuci, ne menj el. Apuci, léci, még ne menj el. Csak 20 másodpercet csináljuk, apuci, ne menj el. Még 10 másodpercet, apuci, csak még 10 másodpercet. Szóval, most kimondjuk, nem szerintem minél idősebb vagy annál jobban. Akár már csak egy ilyen családi karácsony szélt. Az ember szentimentális. Filmeken valahogy ez szerintem korra jár. 20 évesen ezzel röhögtél. Most meg már meg tud az ember hatódni. Nem? Szerintem ez... Meg. Ugye? Akármit szinte a két gyerek akármit csinál nálunk, és akkor így... Olyat mond, olyat csinál, vagy csak odajön egyszerűen átölel, megölel, ad egy puszit, és ez ilyen teljesen spontán pillanat, nyilván nem amikor kap valamit, vagy bármi, hát ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok. Én ha csak látom a színes RTV-ben, hogy a Film Pluszon játsszák a Leszi hazatért, már amikor elolvasom, már sírok. Az a baj, ez a témához túl cinikus vagy, és túl kiégett. Túl szarkasztikus, és túlságosan kiégett. Én is az vagyok már cinikus és kiégett, de egy ilyen témához te aztán pláne már nagyon kiégett vagy, és túl cinikus. Megvan, hogy Jani így ül, és így bekönnyez valamin, és így... Biztos, hogy van olyan. A Jani egy ilyen, nem ez a típus. Azért ő egy ilyen nagy érzelem elfolytó. Egy dohos Záher torta megízlelése után nem bőg be. Ha én most itt előhúznám az asztaltól a Black Sabbath jubileumi pólóját, talán azt mondaná, hogy közbali, és még talán meg is ölelne, de hogy bebőgjön bármi, nem tudom elképzelni. De most egy Black Sabbath jubileumi pólóval hát nem jó, mondta, most volt James 51. De már könnyes a szemem. James Hetfield a Metallica ilyen frontembere. És már könnyes a szeme megvan, tehát ahogy behoztad. Szerintem vannak filmek, amin Pali is meg tud egyébként. Szóval ez nem gáz.
Tehát mondjuk szerintem egyébként ilyen, tehát ez a Ghost, egyébként ez a Ghost záró jelent. Nekem ott van Whoopi Goldberg. De nem! Nagyon szerint. Az nem, én azon nem tudom. Klasszikus, azon se sírtál, nagy klasszikus, amikor a Grease végén, és mondják, hogy izé, nem tudom, mi került a, hogy mondták? Kovács került a cipójába. Igen, Kovács került a cipóba. Kovács került a cipóba. Jó, de egy pár kommentet kigyűjtöttem, mert van egy ilyen gyakori kérdések fórum, ahol nők beszélgettek erről, hogy ciki a férfi, hogyha sír, vagy nem, tehát föl kell vállalni a könnyeket, vagy nem. Én és szerintem nem. Szerintem nem a gyengeség jele, vagy nem attól erős a férfi. A férfi gondolja azt, hogy az gyengeség. A nők férfi... szerintem bírják. Így van. De miért? Miért? Mert gyerekkorodban, amikor bevered a lábad, azt nagyon sírsz, akkor odaszólnak, hogy egy igazi fiú, egy igazi férfi, az nem sír. És szépen terrorizálnak gyerekot. Jó, de nyíltörésem. jó, apa, de a villamos még mindig a lábam van. Nem. A lábam hátrafele néz. Nem. Szóval vagy? Lehet, hogy ezt beléd nevelik, meg talán igen, amit a Feri mond, abban lehet igazság, hogy a férfi azt gondolja, a férfi attól férfi. Szerintem meg a férfi attól férfi, ha tud, vagy mer közben gyenge is lenni. Tehát sokkal nagyobb férfi erény, ha mersz, vagy tudsz, és lehetőséget adsz magadnak arra, hogy néha megmutasd, hogy esendő vagy, hogy nem sírunk, nem csinálunk, esünk, iszunk. Ezek a régi emlékek. Egy igazi férfi nem sír, tököl 1980. Nem, de az van, hogy ebben azért a Balázs szóval. Hogy ne lennél ennyire kiégett, ennyire rohadt cínikus. Hát. Fura egy kettőtök között ülne, mert ugye itt vagy te, aki fölvállalod, tehát gyak nap, mint nap, bármikor veszel föl női felsőt, úgyhogy nem is szorongsz miatta, tehát hogy vállalod a nőséget. Itt vagy Jani, aki meg terépszínű rövidnadrágban ül, tehát az abszolút a harcos, a túlélő. Tehát hogy azért a téma az működtethető, de hogy azt írják a nők egyik, hogy abszolút nem ciki, szimpatikus, hogy vannak érzelmei. Tehát, hogy inkább azt látják benne, hogy mennyire őszinte, mennyire kiadja, és hogy mennyire... De azt is írják ugyanakkor, hogyha például ilyen vagy, hogy kedvenc foci csapata veszít, vagy ilyenen bebőg, vagy nem tudom, tehát hogy... Vagy ha nem tudom, leszígyják, hogy kövér, az kellemetlen, de az ilyen... Hát most Roger kikapott Congától, gyerekek, ATP-ezres, azért ott nem bőgtem. De azért az valóban fura, hogy mondjuk nem tudom, kikap a Reál, és ott ül négy zokogó férfi, tehát azért az fura. Én láttam nem most, sírtam most, pedig nagyon sajnáltam. Előhúztak, vagy talán Olaszországban valahol egy mocsárba süllyedt Sturmgess Ütz 3-as rohamlöveget. És figyelj, azért a Jani, cínikus emberrel ülök itt mindenre. És hogy nem tudjuk elvinni abba az irányba, tehát egy ilyen halott, tehát egy ilyen bádog melkasában nem dobog az érző szív. Tehát azt írják, hogy Jani akkor sírt utoljára, amikor a Szevét Schwarzenegger megölte az aranyos predát. Igen. A rohadt gyilkos. Hogy milyen méregkénás az utolsó ilyen jó leső, megtisztító. És állítok egyébként tök egészségtelen, ha nem sírsz, mert hogy állítok az immunrendszernek, meg mindennek tök jót tesz, hogy így megtisztul a szervezet, így fölfrissülsz. Hát konkrétan, aki többet sír, az kevésbé allergiás például. Meg nem tudom, vannak ilyen kimutatások, hogy neked most tök őszintén vedd a bádog mellkasodból elő a szívedet, és mi volt az utolsó, amire emlékszel, hogy elérzékenyült ezt egy besírtál. Sírtam, de a röhögés egy Crystal Clip. Amikor elkezdtetek bemozogni. Figyelj, és tök őszinte leszek, a múltkor megnéztem, jó, csak hogy vigyük, akkor itt zárjuk is itt le, múltkor megnéztem az Ezer Hold klipet, ahol ilyen Greenboxba nagyon fölpüffetten ketten a bátyámmal egy ilyen hosszú, ami bőrkabátba nagyon kellemetlenül azt hittük, hogy táncolunk, de nem. Igen. Erre figyelj, mondják, hogy vannak dolgok, amiket már te is megbántál. Figyelj, nem? Tehát hogy álltunk, és őrült hittel, és tudod, ilyen libegő, ilyen mindenki libeg, és ez a külön volt. És elkiáltanád magad, hogy hé, Neo, csinyán a szénhidráttal. Egyébként egyezegyben. És figyelj, és külön voltunk felvéve, tehát nem is láttuk egymást, mert hogy külön utána lettünk bepakolászva egy helyre, és ott külön libegünk, így ízlét, tehát hogy figyelj. Igen. Tehát, hogyha valamit én fogok töröltetni az internetről, én magam fogom azt az életműnek egy darabkáját eltüntetni az internetről. De az a hagyj, hogy hadd sírjanak mások. Miért veszed el tőlünk a lehetőséget? Te is sírsz dolgok, mi is hadd sírjunk. De ha más haszna nem volt a témának, kiderült számodra egyébként, hogy a Janiban nincsen egyszer. Elvarták a könyvcsatornáját. Az a baj, hogy én ezt elég régóta tudom már. Tehát, hogy... Elég régóta ismerem már őt, de nem baj. Hát megkeményített az élet. Jó, halkan kérdezem, hogy a férfi könnyekért, a fodrásztatnál lévő hajmosóvíz megreformálásáért és a 16 éves tínédzser lányok gyámolításáért. Jogos a taps és a sikoly. Jogos a taps. Jogos a sikoly. Tibinek nagyon szépen köszönjük. 3-4-10 van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10. Múlt pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait.
hogy mivel is foglalkoztunk. Ma találtunk egy oldalt, illetve pontosabban találtam egy oldalt, amit szívesen osztottam meg veletek. Ez a kamasz panasz, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye tulajdonképpen, hogy jutottam el oda. Egyrészt voltak kérdéseim, és nem tudtam kinek feltenni, viszont a kamasz panaszon megválaszolták. Nem, egyébként egy érdekes kutatás volt, egy amerikai felmérésből kiderült, hogy a serdülők több mint 40%-a már túl van az első szexuális élményen úgy, hogy a szülők még nem világosították fel. Ezt a cikket az ember elolvassa, gondolkozik rajta, hogy mikor jön el az idő, el kell lejönnie egyáltalán, és aztán ott volt egy átlinkelési lehetőség. Na mindegy, rákattam a kamaszpanasz.hu-ra, és megdöbbentő kérdéseket találtam. Arról beszélgetünk, a sajátodat a 18 centis. Arról beszélgetünk, hogy vajon kik írják ezeket a kérdéseket, és a valódi kamaszok írják már pedig, miért ne feltételezhetnénk, hogy ez valójában így van, és kamaszok írják a kérdéseket. Micsoda elképesztő homály van jelen pillanatban a fiatalokban szexualitás terén. Nyilván, mivel azért alapjában ez egy vicces műsor, a humorosabb oldaláról fogtuk meg, de közben dermesztő, hogyha valójában ez a helyzet, és ezeket kérdezik, hogy elképesztő tudatlanság van, talán a szülőknek vagy a tanároknak lehet, hogy egy kicsit előbb kellene akcióba lendülni. Ezen méláztunk, hogy mikor jön el a kellő idő, eljön-e egyáltalán, illetve az ember mit talált a kamaszpanasz.hu-n, valamint megpróbáltuk megfejteni a Morning Show applikációt, hogy miért nem működik az online adás, és azt még egyszer meg fogjuk kapni. Igen, és bizony. Belekerültünk egy ilyen nagyon fura téridő csapdába. Érdekes volt egyébként. Kicsit ilyen pszichedelikus utazáshoz hasonlított ez a dolog. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Fél tíz, ó gyerekek, hol van már? Már. És fél tizenegy viszont még milyen... Fél tizenegy viszont még milyen messze van. Jaj, gyerekek, hát ez az online adás, élőadásban való visszahallgatása ilyen pszichotikus állapotba került ez tőle. Tehát, hogy így kicsit tényleg fura érzéseket keltett bennem. Voltak régebben ilyen érzeteim, de mióta családomban leálltam, de hogy így... érdekes, nem? Kivált az emberből valamiféle ilyen kis kizökkent tudatállapot. A nagyon Csabi, hello, jó reggelt, pszichedelikus, mindenféleképpen pszichedelikus. Én belenéztem a teás poharamba, és bele is szagoltam, hogy vajon annak a hatása, de nem, ez fekete tea. Igen. Csabikám, hello, jó reggelt, mi újság? Jó reggelt. Most kedden voltam futni, képzeljétek el. Ki a francot érnek? Ja. Csak mondom. Ja, de hogy is. Most ez a mai nap. Eddig ez történt. Mennyi volt? Most nem értem, mert nem viszek magammal a telefon. Akkora telefonom van, mint a Janinak, és nincs tartója. Hát igen, ezért kell a minőséget tenni. Választani, mert ahhoz van rendőrség. Majd adok. De nem az a cél. Van nekem reggel valamennyi időm, annyit szánok rá. Azt, mennyit futok, az nem is annyira fontos. Elindultam 3:47-kor, és hazaértem 3:48-kor. Időt futok, ez tök jó. Nem távolságot, hanem időt. És közben nem sétálok, hanem folyamatosan futok. Úgyhogy szerintem egy ilyen... Hát az egy 8-10 kilométer. 8 lehetett, igen. Most nem a megszokott távot futottam, hanem így jöttem-mentem. Nekem már nincs is kérdem futni egyébként, hogy már itt mindenki fut. Komolyan mondom. Állj le! Ugye? Kezdj el inni nem és húskelni. Gyere el velem teniszezni. Én megtanítalak teniszezni. Nagyon rossz vagyok a labdajátékokban. Ez igaz, ne gyere. Ebben tökéletesen igazad van. Sok mindenhez van érzéked, labdajátékokhoz nincs. Nem. Sajnos ezek az ügyességi játékok, ezek nekem annyira nem. Most már mindenki lefut lassan, komolyan. Feri is, Csabi is. Már igazából már jó nem futni. Kicsit fuss már jól érzem magam, hogy én nem futok. Fuss egy maratont, és akkor mindjárt rendben vagy. Ja, tényleg. Nyomjatok 10 fekvőtámaszt. Na. Tessék. Hello! Morning Show, Balázs, jó reggelt, hello. Nem írtad alá. Igen? Nem írtad alá, hello, bocsánat. Írtál nekünk SMS-t. Igen, Papino vagyok, igen. Papino, hello, igen. Hát te vagy a naphallgatója. De ezért írtunk vissza, nem írtad alá, máskor írtad alá, köszi, szép napot. Mindenki visszajönk, dehogy is nem. Te vagy a naphallgatója, csak ugye nem mondtad, hogy morning show, úgyhogy hát sajnos nem tudunk ajándékcsomagot írni. Az SMS-ed nagyon helyes volt, ugye a boravalóról beszélgettünk korra reggel, hogy az ember adjon, ne adjon, baromi nehéz dolog, sokan szenvednek tőle, van, aki ad, van, aki 5 forintot is visszatér. Vagy visszakér, azt írtad, buszvezető vagyok, az 5 forintot is visszakérik, pedig a borravaló olyan, mint a fenéktörlés. Nem kötelező, de illik. Ez egy szép összefoglalója a mai műsornak. Papino, hát te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Így van. Úgyhogy ajándékcsomag nélkül. Mondjuk azért annyira igazságtalan voltam, azért szeretném elmondani, hogy van, aki ad, sőt, nekem vannak olyan idős utasaim, akik abszolút nem is kéne, hogy fizessenek, mert ugye már ingyenesen utaznak. De mindig adnak egy kávéra valót, és hiába az ember nem kéri el tőlük, de vagy nem is várja el tőlük, sőt mondjuk, hogy ne, de mindig van két nénike, és 80 év fölöttiek, és mondjuk, tessék elfogadni, és mindig odaadni. De ugye, hogy egyébként nem az anyagi helyzet. Pontosan éppen ezért kellemetlen is egyébként, tehát nagyon kellemetlen az, hogy ilyen idős nénik, és ilyen nagymamakorúak, és az ember nem akar, hogy el tudja, hogy mennyi lehet körülbelül.
Én de sajnos hát, én azt gondolom, hogy velük együtt ez a szokás és ez a neveltetés és ez a modor, ez a hozzáállás is el fog tűnni. Hát még szerintem ez az követője van a Balázs. Ja, így van, hát van valaki, aki a tradíciót. Bennem bízhatok. Tovább visz ide. Én szórom. Igen. Oké, okay, hát te vagy a naphallgatója. Igen. Te vagy a naphallgatója ajándékcsomag nélkül, jó? Köszi, ciao, ciao. Hello, hello. Tényleg buszod még nincs. Honnan tudod te azt, dehogy ja, nincs, csak ja, nem ja, mondta. Ja. Magánbusz, vagy milyen busz? Igen, milyen busz? Járja busszal. Igen. Nem mondta, hogy nem lenne menő, ha én felszednélek téged, és együtt bejönnénk, úgyhogy én busszal jövök egyébként. Hát meg a hétvégi kirándulásra, a családdal, érted? Hiszen szépen hétvégén beültök, majd felmegyünk a hegyekbe. Oda. Családdal beültök. Ne. Gyerekek, ez így is egy elég beteg adás volt. Na, viszont van valami, amit gyorsan szeretnék még elmondani, ti már erről tudtok, viszont sokan még nem. Mielőtt újságírók kezdenek el megint szomszédokhoz becsöngetni, a környéket feldúlni, vadhordaként viselkedni egyébként, és mindenhol becsöngetni, hogy igaz-e, hogy egy transvesztitával élek együtt. Igaz. Szeretném elmondani, hogy igen, tökéletesen igen, így van, igaz. Hogy ugye kim voltunk tegnap Vikivel a szigeten, és elég sokan sajnos fotóztak bennünket, ma meg már elindult a találgatás, hogy Viki vajon görög dinnyét lopott-e, amit a ruhája alatt de csak egy sárga még. Igen, de csak egy kicsi sárga dinnye, igen. Hogy valójában igen, igazak a találgatások, csak nagyon-nagyon kérjük a bulvár újságírókat, hogy egyrészt rávaló tekintettel egyébként hagyják őt békén, mert hogy nem közszereplő, kettő igen, a dolog igaz, a Beninek testvére lesz, majd valamikor januárban. De jó! Igaz. Igen. Na, hát gratulálunk. Hát, ennyi év után itt kell most megtudnom ebben a pillanat. Igen. Az édesapa jelentkezze. Jó, de ha bennünket hívnak a Janival, mi mesélhetünk róla, ugye? Ti mesélhetek egészen nyugodtan. Szeretnék megkérni minden bulvár újságírót, hogy igen, a hír igaz, ne jöjjenek, ne csengessenek a szomszédokhoz, a szomszédok velünk vannak, ne nyomozzanak, a Viki nem közszereplő, ne is nagyon tegyék be az újságokba. Hozzánk se csengessenek, van egy Szlávia 630-ason, 4,5 milliós hullókkal. Címlapokon is tessék a feleségemet béké hagyni, mert hogy valójában nem közszereplő, de igen, hatalmas történelmi esemény, gyerekek. Nehéz ügy. Így van. A család boldog, a gyermek egész. Én 10 000-ért mesélek. Szemét az Csabi! Tudtam, hogy rád számíthatom. Te aljas szemét. Az öröm. Nagyon nagy örülünk, boldogok vagyunk, és januárban jön a kis tesó. Úgyhogy kösz Csabi. Ilyenkor még nem szabad gratulálni. Örülünk. Letelt a 3 hónap, úgyhogy örülünk. Szabad volt egy ilyen tudatos titoktartás, és nyilván, hogy az ember 3 hónapig nem mondja, meg van egy AFP nevezetű vizsgálat, amit a francba kéne már elküldeni, de hál' Isten megszűnik egyébként, az ember szétriogatják, erről majd egyébként akarok mesélni. Jó. De igen, nagyon drágák vagytok, tejfakasztó buli, majd mindenféleképpen szeretném. Ja. Úgy, mint az első, úgy, mint Beninél. Jó. Én állok a bárpulton és spriccelem a tejet, ez lesz majd a tejfakasztó bulin. Januártól gyerekes témák a Morning Show-ban. Januártól, igen, ha egy kicsit majd újra kialvatlan vagyok, morcosabb, azt olyan másfél-két évig bocsássátok meg nekem. Egy szezon már végig csináltatok velem. De tudjátok, akkor legalább hogy tudni fogjuk az okát. Igen, tudjátok, hogy ha nem alszom, akkor kifejezetten kipien tudok lenni. Úgyhogy ez a helyzet. Csabikám, remek zenéi lesznek? Megmaradt egy csomó ilyen kerti játékunk, amit már a gyerekek nem használnak. Átpasztom, gyerekek, mindennek örülünk. Mi, amikor a Beni jött, akkor azt gondoltuk, hogy nem nagyon lesz testvér, ezért mindent jótékonyan elosztogattunk, úgyhogy ami jön, és nektek nem kell, abszolút szívesen. Ezek után mi mást ajánlhatnék? Zanzibár, újdonság, az a címe. Újra. Nagyon jó. Á, jó. De szép. Újra. Nektek hány van a két gyerek között? Kettő. Másfél. Ott nem volt olyan fura újra a gyerek sírás. Ott jó volt, ugye? Hát meg tudod, a pálinkás kenyér, ez nyugtat. Igen. Nekem is, neki is. Nálunk nem volt sírás. Gyerekek, 5 év után azért ezt az ember elfelejti, úgyhogy kijövök, kijöttem a gyakorlatból. Lásd, kivel van dolgod, visszaadom azt a platina labort, amit adtál. Tudtam, hogy rátok mindig számíthatok. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-5500. Ez a telefonszám, jó, itt lehet Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao.